Uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 16 perccel már, te jó Isten, de késő van. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello. Sziasztok, Jani. Jó reggelt. Hello. Hello. Hello, hello, elektorkalandorok. Itt vagy? Én itt próbálok. Próbálsz jönni? Itt, itt vagyok, csak így hangban. Mindig valaki átállítja itt nekünk reggelre, de kicsit megpofozgatom, jó lesz az. Jó, jó, jó az. Jó az. Olyan jó ez a karácsony, mindig különböző csomagok jönnek, nem? Igen, én is mindig örömmel látom, hogy ott vannak a portán. Igen. Ha doboz és nem lehet belelátni, akkor mindig megvan, amíg bejössz te. Meghallgatom a fülemmel, hát ha ketyeg. De nem. Nem ketyeg, most is kaptunk egy ez dobozt. Nem. Ez úgyhogy lehet, hogy Entrex. Igen, valami fehér por van bennem. Kéne a portára egy röntgen, ami átvizsgálja ezeket a dobozokat, nem? A portán átvilágítják, és ha olyan, akkor megkapjuk, ha nem olyan, akkor visszaküldjük. Nyissam? Aha, persze. Aha, a portással nézzük, nem lehet felbontatni. Tessék? A portással kell felbontatni. Nem ez a dolog. Mindig arra gondolok, hogy mi van, ha ilyenkor lerobban a fél arcod. Tehát mi van, ha egyszer egy ilyen, tudod? Egy ilyen nyitásra érzékeny valami. Fát. Csak nem. Bár nincs rajta feladó. Semmi feladó. Állj. Nincs rajta. Na. Semmi nincs rajta. A három név van rajta. Meg hogy Morning Show. Éjszaka hozta be valaki, és azt mondta a portás, hogy nagyon szimpatikus ember volt. Elvinni a fél arcomat, csúnyám nem lennék, de a következő fotózáson csak profilos képek születhetnének róla. Ahogy én bontok, nem bontja, hogy senki. Várjál. Aranyosan. Azt mondja, hogy egy fénykép nénikről. De drágák. Fejkendőben. Akkor Pogácsa. Egyébként Pogácsa vagy tűntött káposzta. Majd rétes. Valami házi dolognak kell lennie. Házi dolog, azt mondja, hogy rövidebb levél, csak egy-két sor belőle. Kedves Feri, Jani. És Balázs. Ja. Reggelente sok-sok vidám percet szereztek nekünk ebben az évben, ezért a Mikulást megkértük, hogy vigyel nektek a mi kis ajándékunkat. Jól ismerjük az öreg fehér szakállast, mert évtizedek óta mi adunk ruhát, csizmát a csoki figurákra. Mert úgy képzeljétek el, hogy bizony sok figura van, amit csak kézzel lehet szépen csomagolni. Ezeket külön nektek csináltuk, és arra kérünk benneteket, miközben eszitek, jusson eszetekbe, hogy Diósgyőrben is van három néni, aki mindig jókat kacag, ha benneteket hall. De aranyosak, köszönjük szépen. Vigyázzatok magatok, egymásra nevessetek és nevetessetek még nagyon sokat, mert azt mi nagyon szeretjük. Aranka néni, Gizike, Jutka, Andi, Ilona, Zsuzsi és Marin néni. Kicsit többen írták alá, mint ahogy hárman lennének. Gyorsan valaki még, hogy mindenkinek nagy puszi érte, nagyon szépen köszönjük. És rajtuk múlik a magyar mikulási part, ezt gondoljátok, hogy ez kézik. Na. És mindenféle, igen, Mikulás csomag, meg ajándék. Gorcső alá veszük az elmentes övezetben, úgyis ma van. Igen, hát már ami... Igen, köszönjük szépen. Na, köszönjük szépen. Hát a kakóvaj az még nem rossz, de hát ugye ott van tulajdonképpen a növényi zsír, az már azért kevésbé. Hát a csoki mikulásokat a múltkori elmentes övezetben kitárgyaltuk, de ma is van elmentes övezet. Elveszem a kedveteket az evéstől, az ivástól. Nem lehet. Fénnyel fogunk táplálkozni. Szóval gyűjtsük ezt össze, szerintem na majd megbeszéljük, hogy mi legyen a sorsa, mert gondolom otthon is nagyon sok van. És akkor így, ha így megkaptuk, megköszönjük, de el tudjuk a helyre küldeni, akik még bőrülnek. Nem azért, mert nekünk nem kell, hanem mert vannak ilyen biztos befutó helyeink, akiknek tudunk segíteni egy kicsit, nem? Így van, mert hogy csak azért mondom, mert elrakunk egy párat, de most kaptunk 40 darab Mikulást. Tehát, hogy ezt érdemes lenne akkor visszadobozolni, és akkor olyan helyre, ahol viszont... Elveszük majd a Dankó utca, például. Például, így van, erre gondoltam én is. Ráadásul ezek, ahogy látom, a világmárkák, úgyhogy hogy itt szerintem a minősége semmiféle probléma nem lesz, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a Diósgyőri néniknek, hölgyek. Nagyon, nagyon drágák, nagyon-nagyon szépen köszönjük, igen. Voltatok már karácsonyi vásáron? Én minden nap elhatározom, aztán sosem jutunk be. Vörösmarty tér, mit tudom én, ott a Petőfi Sándor utca, a Váci utca, valami. És? De nem vetettem még be magam. Még nem vetettem be magam? Azt a hétvégére tartogatom, csak volt bent dolgom a belvárosban tegnap, és ott a Deák Ferenc utcában is végig van már rakva kis bódékkal, és álltak is szépen emberek, meg úgy benéztem, de csak elszaladtam oda a sarokig a Vörösmartyra, az is gyönyörű már, és vannak emberkék is, hogy mi az áru, meg hogy ment-e föl az ára, meg jó el hangulat, azt nem tudom, de hétfőre meg tudom. Figyelj, ugyanaz, mint minden évben szerintem. Persze. De hogy az tulajdonképpen ilyen hangulatba kerülése jó. Én vásárolni nem ott fogok nyilván, mert megkapod majd a... Jussankát, azt
Az USA-nkát, igen, megkapod a mit tudom, a kürtös kalácsot, meg megkapsz 600 lóbőrből készített pénztárcát, meg nem, tehát... 600-ért. Ja, 600 különböző fajtát, de hogy kicsit mindig ugyanaz van, de pont azért jó, nem? Így van, megmondom, én nem is nagyon vásárolni járok, haverokkal összejövünk, nőszemélyek, gyermekek rohangálva a lábak között, maximum egy forralt bor, és aztán hazamegyünk. Aha. Valamelyik része nem volt igaza. Őrületes lerészegedés? Dehogy is nem. Hát mi úgy szoktunk kimenni, hogy gyerekkel, mert van egy csomó. A Vörösmarty téren például van az egyik sarokban egy ilyen kis színpad. És ott nagyon jó programok vannak, jönnek zenekarok, játszanak. És fölmész és stand-up-oztat. Persze, persze. Akarják, ha nem. Menjél le majd én nyomom. Feri nincs bedugva. De baj! Átkiaválom a teret engem, nem érnek el. Nem, ilyen nagyon jó kis népi vonalzó van, tehát zenekarokban, meg mesemondók, és akkor az én két gyerekem az ott áll, kicsit arrébb lakják a tömeget, ugye a Panna intézkedik, Soma megy utána, és akkor elsősorban nézik, és mi meg ott nyugodtan állunk. És szeretem, nagyon jó a hangulata. Ilyen jó kis lángos van, meg ilyenek, ilyen kis házi lángos, kemencében sült. Ezek mind vannak, ezek mind vannak, ezek nagyon jó. Igen. Kemencében sült lángos, kolbászos, hurkás, csülkös, szokásos, ki lehet állni, akinek van kedve. Ott a hidegbe. Igen. Azért föl kell hozzá öltözni, de jó. Na, nagyon minden évben kicsit ugyanaz. Azt nem értem, hogy miért szabályozták őket, hogy csak két hétig lehetnek. Ezt, ha valaki elmondja nekem. Hogy ezt valaki tényleg írja már meg. Tavaly úgy volt, hogy 6-áig, január 6-ig igen. lehetett maradni, uh-huh. aki akart. Köszön. És nagyon jó hangulata volt a két ünnep között. Lement a karácsony, akkor nyilván mindenki otthon volt, tehát bezárt a vásár, azt hiszem 24-én délben, akkor a vásározók is hazamentek karácsonyozni, és 26 vagy 27-én újra nyitott. És tök jó volt a két ünnep között, még kimentél, találkoztál emberekkel. Visszajön még egy-két ilyen idény jellegű, ilyen szilveszter környéki ennivaló, innivaló. Így van, visszavitted a megvásárolt árut, ha az nem volt jó valakinek, és akkor még január elején is, és akkor ott volt. Igen, tudod, feelinges, igen. Miért? Nem, igen. Nem, tehát, hogy miért? Január elején már nem eszik senki, hogy hívják, hogy sült gesztenyét, vagy miért zárják be? Nem tudom, azt olvastam, hogy összesen két hetet kaptak, vagy hármat, tehát, hogy mostantól hármat. Kezdve, mit tudom én, december 20-on, akár meddig. 24, de fura. Lehet, hogy már 23-án. Egyébként szerintem az ilyen dolgok is hozzájárulnak ahhoz, hogy aztán január elején jön ez a tipikus évelei letargia. Tehát, hogy hirtelen így eltűnik így minden, ami addig hú, csillogás, villogás, meg iszonyat feeling, meg hangulat, meg elmentél, és ettél, ittál, meg minden, hallogattad a nagyon kellemes kis zenéket, és akkor januárban így, hús, így eltűnik minden, és akkor mindenki csak van Isten. Igen, a kiüresedés. De oké, hogyha mondjuk azt mondják, hogy januárban már nem, azt én mondjuk megértem, mert januárban már nem mész karácsonyi vásárba, vagy hát ritkábban. De mondjuk dec 31-ig. De hogy mondjuk december 31-ig, mondjuk december 1-től, vagy mondjuk november közepétől miért nem lehet, erre nem jöttem rá. Csak tudom, hogy nincsenek, de nem olvastam, hogy mi van emögött. Csak érdekelne, hogy tulajdonképpen az önkormányzatnak fizetnek bérleti díjat. Az embereknek jó, mert van hova kimenni. A kereskedőknek jó, hiszen el tudnak adni sokkal több mindent egy hónap alatt, mint mondjuk két hét alatt. Tehát nem láttam benne a rosszat. Ide jön egy csomó külföldi, aki egyébként is szereti Budapestet, nem? Bécsben már, mint a december elejétől állnak a karácsonyi vásárok, 86 darab, 96 darab különböző helyen. Nálunk meg itt gyorsan lezavarják, hogy legyünk rajta túl. Tavaly volt egy felmérés, a világ legszebb, hát nyilván ahol van karácsonyi ünnep, ugye, a világ azon részére vonatkozik, a világ legszebb karácsonyi vásárának nevezték el a Vörösmarty téri vásárt, és nagyon-nagyon sok turista direkt azért jött ide, vagy az ünnepek előtt, ilyen hosszú hétvégére, vagy a két ünnep között azt mondta, hogy karácsonyoznak otthon, vagy mit én itt szállodában, hogy utána ennek ezt a légkört átvegyék. Akkor érdemes megbundázni ezeket a szavazásokat. Persze, igen. Érdemes csalni, hogy mérik, de nyilván jó volt meg. Én is kimegyek egyébként idén, de... Na! Ne! Jól gondold meg. Ne. Hát, ne kockáztam sem. Ne. Azért érted. Nem, azért már egy másik. Hallod. Az már egy másik kerület, ott már orkok vannak, urukhályok, eltek. Nem akarom elhagyni a középföldről. Igen, középföldről nem menjek. Lőrincen nincs vásár. De van. Van. Hát akkor csak oda. Óvatosba. Ott az már Mordor, tudod, nem, Saruman. Így van, már lát mindent. Sauron, ne csináld, maradj ott a kis kerületeden belül, nem mozgolódj hiába. Kimegyek, lefotózom, elmondom milyen. Buda, ott van, ott a végzett hegye, meg minden. De igen. Egyébként tényleg tervezzük, hogy jövő héten kicsit több szabadidőnk lesz, mindenképpen fölmegyek a várba. A várba szokott lenni egyébként ilyen téli vásár jellegű dolog, nem tudtok róla? Nincs, nagyon. Na, bűnös francba, akkor kénytelen vagyok bemenni, megint szomorkodni a hat történeti múzeumban.
Hát, ha telemlék a családot. Tehát a családot leteszed a Vörös Martin, te átmész a másik oldalon, a Siklóval. Mónival megyünk, elmegyünk, fölmegyünk, kicsit sétálgatunk, krémesezünk, megnézzük, hogy hol áll a várbazár, vagy hogy áll a várbazár felújítása, meg ilyesmi. Aztán talán, ha még egy kis karácsonyi vásározás belefér, akkor elmenjünk, azt nyomunk egy ilyen lángost is. Ó, de ne kapassátok el, tehát vagy lángos, vagy forró csoki. Tehát azért tessék előre megbeszélni, gondold át. Ne legyen itt mindenféle felelőtlen költekezés. Értem. Vagy lángos, vagy hadtörténeti múzeumban belépő, vagy egy forró csoki, hát csak módjával. Módjával, persze. Kapkod. Jövő is lesz karácsony. Hát, megvár az a forró csoki. Hát. Nem hűl ki az a lángos. Hát most... így, ha rám vártok, már csomagolhat. Valahol ez egy toluk majd valami. Hát vagy visztek. Nincs jobb egy múzeumban kicsomagolt, nem tudom, tofu szendvicsnél, nem? Hát ott is meg tudom csinálni ezt a forró csokit, nem azt elviszi termosz. Termosz van ki, nem hűl. Erre csinálsz egy jó teát, kinyomod ott a nyomsz kettőt, iszol. Hát 82-ből még maradt két csillagszórónkért, tehát felmegyünk, ott leülünk valahol ott a Buzogánytorony környékén, és akkor szépen meggyújtjuk, megisztjuk a termoszból a forró csokit, ezt jók vagyunk, nem? De úgy itt meg, hogy legyen egy forró csoki árus a közelbe, és mutogass neki. 600 ér azt a szar, itt van ez, otthoni! Hát de az a legjobb. Kotyog valami az alján. Mi volt ez az óriási köt tegnap? Mert óriási köt. Így van. És aztán... Így van. Egyébként hát most erre mit lehet mondani? Hát ha ilyen hülye kérdést kap az ember, akkor arra így kell válaszolni. Igen, hát mi lett volna? Mi? Eső? Ónos eső? Vagy mi lett volna? De hogy egész nap tartottam. De hogy valamilyen elmulaszthatatlan. Erre mindig az a köcím horrorfilm jut eszem, azt láttad? Nagyon jó, hát persze. Nyilván láttad. Azt a legklasszikabb, egy kisvárost ellepi a köd. Ha? Így van. És egy ilyen halott kalózkapitánynak a szelleme. Nem kellett volna kirabolni. Hú. A hajótörötteket. De most az egész város kirabolta a hajótörötteket? Az akkori városból néhányan összeálltak, aztán úgy döntöttek, hogy felvirágoztatják. Nekem érted, hogy 600 évvel ezelőtt mit csinált az a város? Semmi. Te egy statiszta vagy benne, akit az első világban kinyírnak, úgyhogy nincs időd ilyenekkel gondolkodni. Ha a ködben kopogtat valaki az ajtón, és locsogást is hallasz, Feri, és akkor ez nem valamelyik családtag, mert az ajtó előjön, akkor ne nyisd ki. Aha. Tehát locsog, kopog, megöl. Mert esetleg belerántanak egy jó nagyot a szemedbe egy kampóba. Jaj, de csúnya dolog. Én az gyerekkoromban láttam, hát az akkor nagyon-nagyon félelmetes. Most már nyilván röhögnék, de akkor, és mindig négyet kopogtak. Minden ajtón négyet kopogtak. Egy szellemnek hogy van kampója? Hát mivel ezek kalózok, tudod. Kalózok, hogy egyik ezen hiányzik, és akkor még régen nem voltak ilyen multifunkciós műkezek, hanem egy kampó. Kijönnek a vízből, és akkor ott valahogy életre kell neki a halottak. Ja, szóval inkább zombis. Inkább zombis, nem szellemes. És imádtam, mert ugye a végén a filmnek van egy, most nem tudom biztosan, hogy pontosan idézek-e, de egy ilyen emblematikus mondat, amit nem értesz, hogy engem miért nem. Erre visszajönnek ezt őt is. Tehát, hogy tudod, hogy a kérdés, amit nem teszel fel egy horrorfilm, még mindenkit elvisznek, mindenki, és akkor az atya megkérdezi, hogy engem miért nem. Ez inkább egy pornofilmes kérdés, nem? Ja, hát egyébként igen. Ugye, ez inkább Tereza Orlovszki. Ez egy olyan kérdés, ami kompatibilis más műfajokkal. Ezt Rokkótól is sokan megkérdezték. Engem miért nem? Na jó, akkor gyere. Na jó, te még beleférsz, illetve ráférsz. Igen. Oké, na nézzük egy-két SMS-t, hogy a korán kellő hallgatóink milyen kis üzeneteket küldenek nekünk. Azt mondja, hogy tudnátok segíteni Budapesten, hol a legolcsóbb a fenyő? Ha lopod. De ne tedd. De hát, ha a legolcsóbb, akkor ellopod. Egyébként nem tudom. A hiperekben októbertől lehet Mikulás csoki, akkor a vásár miért két hét? Kérdezi Tiga. Laci, nézd már utána, mi a törvényi hivatkozás, hogy a budapesti vásárok miért két vagy három hétig tartanak. Mit mond az önkormányzat? Mit mond Mr. Tarlós, mit mondanak? Érdekel, tényleg, nem kötekedés, csak kíváncsi vagyok, hogy milyen fenért nem kaptak több időt. Mind az árusok, mind azok, akik kimennének vásárba. Mert már ott toporok biztos a húsvéti vásár. Igen. Bontani kell, építeni. Ez a húsvéti vásár lobbia? Igen. Akik kilobbizták a karácsonyi vásár lobbit? Elég idejük legyen arra, hogy felkészüljenek a saját vásárukra. Igen. Nógrád szakálnál nem működik a vasúti fénysorompó, vigyázzatok, ha jön a piros villám. Ez Zosz küldte nekünk. Nincs valami jó sorozatod? Balázs, kezdek unatkozni. Hát, nincs nagyon. Nézd a Budapest éjjel. Igen. Azt mondja, hogy Vámosszabadi határtól M1 Komárom lehajtói ködmentes, jól utazható 5. Henrik küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. És...
Igen, nagyjából. Ezek az SMS-ek jöttek. Karácsonyi vásár 10-ből 9 tandon csak készétel van, italt venni, ajándékot nem lehet, ez aztán remek ajándék. Nem tudom, melyiken voltál. Hát nem, csak készétel van, igen. Ja, valaki a húsvéti vásárról ért, nem érdekes. Konkurencia. Igen. Okker, hogy állunk a játékkal? 3 viszonylag jól, igen, lehet mondani, hiszen megnyertük a hetet. Megnyertük a hetet, jó. Ákos, megszólítalak egy pillanatra, csak hogy vegyél magad el a mikrofont. Te tudsz valamit erről a vásárról? Lehet, hogy mondtátok, hogy miért 2 hét, vagy 3 hét? Az, hogy miért, azt nem tudom, viszont az tény, hogy ugye korábban... Vele, nem köszöntél a hallgatóinknak. Jaj, jó, minden kedves szegény, azt soha nem szoktam megszólítani, hogy kiköpte a tojását. Igen, belepultam itt a hírekbe is közben. Tehát olvastál erről valamit, hogy miért 2 hét? Nem, viszont az tény, hogy valószínűleg ennek valami önkormányzati, ugye fővárosi szabályzása van. Jó kérdés, hogy miért. Amiért felújítják a teret a két ünnep között, vagy mi lehet? Nyilván itt ilyen engedélyezési dolgok vannak. De egyébként tényleg január 6-a vagy 7-e, hogy voltam. De csomó lóvét fizetnek az önkormányzatnak. Eddig 10 éve mindig úgy volt, hogy legalább 4, de inkább 5 hét, mert november második felében elindult, a két ünnep között még tuti, hogy ment eljött, ez most lett 3. Igen. Az embereket nem sajnálom, már 3 hét alatt van lehetőséget kimenni. Nem? Tehát ha 3 hét alatt nem jutsz ki, akkor nem is akartál igazán. Csak inkább a kereskedőket, akiknek azért kell egy kis idő, amíg megtermelik azt a hasznot, ugye a bérleti díj, stb. Na mindegy, jó, hát ezt nem tudja senki. Tényleg ez a kis after party hangulat, nem a Vörös Martin még egy pár napig. De mint a májusig? Hát igen. Bekecseket, szörmebundákat, és nem igen, tudom. Csak akkor már nem a kampókolognál, hanem leterítenék őket, és arra lehetne kifeküdni. Igen. Na jó, a játékra ettől függetlenül lehet jelentkezni, hogy nagyon-nagyon csúnyán, meglehetősen, hát hogy is mondjam, nem találok szavakat, olyan módon kaptatok ki ezen a héten, de szépíteni még lehet, természetesen, tehát hogy még egy nagyon-nagyon fontos 3-2, ami hát ha bírnak. Igen, ha tudtok, akkor arra még képesek lehetek, illetve hát egyéni ajándékcsomagot is lehet nyerni a hét megnyerésén kívül, mert arra már nincs lehetőség. 12:30 jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 9:00, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Debrecenben 6-7 a vásár, ide valaki, ugyanarról beszélgetünk, hogy miért rövid Budapesten, sajnálva az árusokat leginkább egyébként. Illetve jött egy kérdés, hogy hol olcsó a fenyőfa? Van olyan hiper, ahol 2 méteres 4000 forint. De milyen fenyő, ugye? Az sem mindegy. Hát, igen, nem mindegy, hogy milyen, igen. Luccot, ezüstöt. Igen. Rákóczi híd felüljáró Budafelé koccanásos baleset, alakul a dugó, valamint Miskolc Budapest M3-as balesetmentes köt 100-200 méteres látótávolsággal. Ezt Josh küldte nekünk. Köszönjük szépen. És az egyik hallgatónk kérdésére, aki valamilyen jó sorozatot kérdezett Balástól, jött egy nagyon jó tipp, és én tökre örülök neki, hogy itt van például Laci ajánlja a Tudorokat. És szerintem tök jó dolog, hogy vannak már ilyen előzményfilmek, mondjuk így például ilyen klasszikus mesékhez is. Nem, én tökre szeretem, amikor mondjuk az X-Men is volt, ugye a Wolverine, de hogy a Hófehérke és a Hét törpéből is készült már a Tudorok. Tehát annyira jó egyébként, és hogy gondolnak a gyerekekre is. Még én a Vidorokat szívesebben nézném. Hát én meg a kukákat. Na, nézzünk akkor szembe a ténnyel. Itt van egy nagyon bátor játékos, aki valakivel szeretne játszani. Már is belevágunk. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, Dani vagyok. Hello Dani, honnan hívsz minket? Hát most éppen az M5-ös autópályán vagyok, az Inácsi pihenőbe kiálltam, de egyébként Kiskunfélegyházi vagyok. Kiskunfélegyházi, aha. És merre mész most, vagy? Hát Budapestre. Jössz Budapestre, aha. Így van. Szállítasz valamit? Így van, étolajat. Kiskunfélegyházán van egy gyár, és onnan szállítok. Jó kicsi étolaj. Akkor az még nem használt, gondolom, nem? Na, nem. Az is remélem, hogy nem. Oké. Jó játékos vagy? Mire készüljünk már, hogy az, akivel játszol? Hát, majd meglátjuk. Majd ahogy adja. Nézem, hogy mit írtál, azt mondja, én még higgyétek el, megnyeretem a hetet, üdv Chuck Norris. ezt írtad. Jaj, de jó. Na, meglátjuk, ki legyen az illető? Hát, legyen Jani, mondjuk. Na, jó, köszönöm. Legyen Jani. Jó, legyen Jani. Oké. Mehetünk? Aha.
Fogjuk rá. Nincs olyan nagy lendület benned. Kezdesz elfogyni, mire odaérünk a játékhoz. Igen. Na figyelj, ez Dani. Ez a megtévesztés. 3-2-1 és tessék. Dani, szeretnél kérdezni? Na persze, persze. Be, kérdezz nyugodtan. Jani, megvetted-e már a karácsonyfát? Hát tervezem, de még erre nem került sor. Hogy kimondtam? Na, menjünk nem is. Nem baj az. Még meleg a kávébe. Mekkora játék volt. Jó, hova ez a rohadás? Ugye mondtam? Azt nem innen le. Nagyon jó voltál, Dani. Szörnyen. Szép a Dani! Köszönöm. Mi volt ez, Jani? Adj rá magyarázatot. Ez mi volt? Hát, mely játéknak ne hívjuk? Kérlek. Nem tudom, tehát nehéz, amikor már az ember ugye győzött, amikor már ott lóg a trófea a falon, akkor azért nehéz koncentrálni, nehéz olyan tényező talán, hogy inspirálja az embert a játékra. Aha. És talán ez. Meg Dani olyan... Fogjuk rá, hogy a karácsony szellemében. Hát, így van. Meg annyira jó volt a kérdés. Tudod. Igen, akkor a csapdát állítottál, egyszerűen nem tudtam kikérni. Sokat gondolkoztam igen. Pedig rajta. Annyira bekérdeztél, annyira... durvát és hihetetlenül meglepőt így karácsony előtt, hogy megvetted, ez összezavarta, Jani. Tehát egyszer megfektetted, igen. Leszomboztad, és még a földön is megrugdaltad. És teljesen várhatatlan kérdés volt. Igen, te abszolút. Hihetetlen jó voltál. Az ökölvívásban azt mondják, hogy üvegállam van. Jöttél együtt, és dír már fekve. Hát nem is volt menekülési útvonal. Nem, tehát, hogy nem is tudott volna rá mást mondani, mint azt, hogy igen, megvettem, vagy nem, semmit. Megvettem, valamit megvettem. Éreztem, vagy nem. Valamilyen hatást gyakoroltál rám. Tehát, hogy még várat magára ez a dolog, ez nem jutott. Ez valami régi Jedi trükk lehet. Na, hát, jól van. Csak Norris, ennyi. Dani, tök jól játszottál, megvan az ajándékcsomagod, úgyhogy küldjük köszönöm. Neked, jó? Köszönöm szépen, köszönöm. Szerintem a falá betottan egy két és fél héten belül ott is van. Oké? Okay? Nagyon jó. Köszönöm szépen. Oké, okay, köszi. Tovább szép napot, sziasztok. Hello, ciao. 3-1, Jani. Őrület. Őrületesen nagyot játszottál. Hát, azért igyekeztem oda tenni magam. Láttam, nagyon felszívtad magad. Nem nagyon felpörögtél. Éreztem rajtatok, hogy nagyon hisztek benne, mondom, nem okozok csalódást. Igen. Na jó, M3-as Nyíregy, Miskolc helyenként körös -2 fok, Attila küldte, és Pomáz úton Kiskovácsinál, jeges az út, mindenki óvatosan vezessen, ezt Inci írta nekünk, Incinek köszönjük. Mi pedig folytatjuk a tegnapi témánkat, ugyanis ugye tegnap reggel hosszú-hosszú évek után az első olyan rádió műsor voltunk, akiknek sikerült egy olyan ember találni, akinek van mérőműszer a lakásában. Igen. Ugye föltettük azt a kérdést, amit már sokszor, hogy van-e olyan ember, aki tud arról, hogy ő méri a nézettséget. Állítólagosan ugye ez kb. 900 magyar háztartásban van bent. És jelentkezett Mónika, ha jól emlékszem, aki elmondta, hogy hát nem az ő nevén van, de tudja, és elmondott mindent pontosan, hogy működik a nézettségmérés a televízióknál. Ugye ezt nagyon sokszor megpróbáltuk. És ráadásul ők 3 tévével is büszkék. Négyet mondott. Ja, négy, igen. Nem, négyet mondott. Na, hát csak annyit mondok, hogy bejelentkezett az AGB. Hogy szeretnének megszólalni. Szeretnék kijavítani a hibákat, mi? De durva. Egyrészt Anna jár utána, hogy Mónika életben van-e még. Csak a képét kapcsolták le a szerverről, vagy őt is lekapcsolták. Nem lehetett volna nyilatkozni? Azt mondták. Mérges az AGB, vagy nem? Beszéltem tegnap az AGB-nek az ügyvezetőjével. Volt. Akkor mérges. Ha beszélt vele, akkor... Szerintem nem jön át szenteste. Szerintem nem karácsonyozunk együtt, srácok, ha értitek, mire gondolok, és ilyenkor arra gondolok, hogy ti nem is tudjátok egyébként, hogy milyen rohadt jó dolgotok van, hogy az összes ilyen balhét ilyenkor, amit kirobbantunk itt műsorban, én olyan vagyok, mint a Ponyvaregényben a takarító, aki megy és takarít, beszél, elnézést kér, ígér, vezekel. Megyek és takarítok. Én sejtem, de nem zavar. Úgyhogy nagyon jó dolgotok van. Na, és mindegy. Akkor mondta, hogy ezért, hogy Balázs, ne közvetlenkedjük egymással, tartsuk meg a távolságot. Nem, jó fej volt, tegeződtünk, helyes volt, aranyos volt. Tegeződtünk? Csak... Nem. Nem, egy tündéri csajról van szó, tényleg helyes, csak mondta, hogy hát akkor most vagy adásba tesszük, vagy adásba tesszük. És mondtam, hogy Csilla, hát ez legyen így. Tehetek-e még érted valamit? Úgyhogy nem, beszélgettünk, és mondta, hogy szeretné ezt a dolgot még egy kicsit kijavítani. Illetve hát a seregeik, az autóik és a lesötétített volgáik elindultak Mónikáért, úgyhogy Mónikával beszélgettünk, hogy jól van-e. Na, úgyhogy ezzel a témával folytatjuk, még egy kicsit, felhívjuk Vörös Csillát, a Nézen közönségmérés ügyvezetőjét, hogy egy kicsit vezekeljünk.
nem csináltunk semmi rosszat, de szeretne velünk adásban beszélni. Jó? Ezzel folytatjuk mindjárt 2 perc múlva, pontosan 7 óra. 7 óra múlva 13 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Mikulás előestjén, vagy Mikulás éjszakáján, vagy mi ez most? Előreggelén. Tehát ma van cipőtisztítás, így van. És reggelre lesz. És holnap meg a csalód. Vagy a nagy öröm. Nálunk kinél öröm, kinél csalódás. Én, nálunk az lesz. Csalódás? Én nálam, komolyan mondom. Na, most érkeztünk el odáig, valami fegyver be kell vetni. Gyerekek, én igen? Aha. Na miért? Hát most már olyan szinten rosszak a két lúgó. Az a jó. Én szeretem, hogy rosszak, csak mikor 51-ére mondod, hogy cica, gyere ide, fölvesszük a pizsit. Nem, tehát tényleg, 10 óra van, apa akar egy kicsit anyával lenni, érted? Tudom, hogy feküdj le. Most már menj vissza az ágyba. Csak egy picikét, aludjunk, hidd el, jó lesz. Nem vagyok fáradt. Anyád is az, meg apa is. Egy kicsit, csak aludjál egy tudom. Jó lesz. Figyelj, nálunk a Benni most azt mondja, hogy 10:30. 10:30. Úgy, hogy 8 órakor elvisszük aludni. Kijön a szobából, lejön inni, a kulacsában nincs víz, a párnia, még pisilnie kell, a kaki csak lent jön ki, de mondom, ott is van WC üre, nem, a kaki nem jön ki, a kaki lent jön ki, de mondom, Benni 9:45, jó, akkor még kijön, akkor bevinni a kis autót, vidd be a kis autót, 9:45. Akkor a szellemvédő szellem, mert hogy van ilyen, hogy szellemekkel kommunikál, és akkor szellem. Aha, és akkor neki van egy kis szelleme, aki véd a mársza. 9:11. Apuci, mondom, Benni, megriasztották kicsit, már hogy ragadtak le a szellem. Éhes vagyok. Ja. Ó, mondom, menj anyádhoz. Akkor lemegyünk, akkor még valami kis nasás, újra fogmosás. Akkor még kifújja az órát. Szellem. Apuci, 10:30. Álmos vagyok. Mondom, de jó, Benni, hát akkor aludjál. Yes. De itt ülök a lépcsőn. Ja, hát mondom, ott ne aludjál el. Egyszerűen elképesztő. És egyébként szórakoztató. Nagyon cuki, persze. A trükk halmaz, amit ők behoznak. Ez a fönn nem jön ki a kaki csak lent. Tehát, hogy ezek aranyosak, csak egy idő után elég. Igen. Elég aludni akarsz, és megmondtam, nem hoz a Mikulás semmit. Büntesd az, hogy idén nem a te bokarcsodat rakhatják ki az ablakba, mint tavaly, meg tavaly, hanem most már a sajátjuka. Igen. Én nagyon várom, nagyon szeretem ezt az időszakot. Ugye ott a mítosz, a legenda, az áhítat, tehát tavaly is... És a Mikulás is jön. És jön a Mikulás is. Tavaly is 24-én reggel konkrétan látta Jézuskát. Mondom, ott repül. Hmm. Igen. Látod? Látom, mondja Benni. Hmm. Mondom, nézd, mekkora szárnya van. Nagyon nagy szárnya van, tudod? Tehát annyira erősen élez még bennük, hogy most is lesz majd este cipőpucolás, kiállunk az ablakba, nézzük, és észre fogja venni a szánkónyomokat. Tehát mondom, és ott a szán, tényleg, csak tudod, annyira gyermeki, annyira ártatlan, nem baj, a fűvön észreveszi. Tehát ezek szerintem imádni való pillanatok, ezeket nagyon meg kell élni a gyerekkel, mikor még tényleg bármit mondasz neki, és nem az, hogy itt nem arról van szó, hogy te hülyének nézed, hanem hogy szeretnéd a mítoszt ugye fenntartani, meg hát magát azt, hogy jön a Mikulás. És akkor igen, ő látja a nyomokat. Hallgasd, igen. Ezek már a rénszarvasok. Hallom. Apuci, hallom. Óriás. Nézd, az ott a farkas ember, és ott Dracula szeme villog a sötét. Ez van nálad. Akkor megcsinálhatnám, jobb olyan, csak éjfélkor se aludnám. Igen. És ők ott sötét, fél emberek, meg entek. Na, azt mondja, hogy Solymáron, Annakápolna felé, az emelkedőn, második kerület felé busz ütközött személyautóval, csúszós az út, Zsolt a szállító. M0-as autópályán, mi van az M0-as autópályán? Így most 3-3 a játékállással? Az SMS így szól. Az M0-ás autópályán, pont, így most 3-3 a játékállással? Holnap dől el, ki nyer, ti vagy a hallgatók? Közlekedésnek indul, átcsúszott másba. Tehát, hogy nem. Nem én olvasom rosszul. Hármas koccanása a Rákóczi híd, Pesti híd főnél Buda felé, emiatt már torlódás van, Ori Peti küldi, és a 82-es főúton Veszprémben a büntetés végrehajtás intézetnél mérnek a rend őrei. Ezt Gabesz küldte nekünk, köszönjük szépen. Na! Ne aggódj, Balázs, hamar kinövi. Írja valaki. Mármint a Mikulást, vagy az alvást? Nem alvást. Hát az eddigi alvás mennyiséget is kinövi. Én nem akarom, hogy ezt a kort kinője. Szerintem ez az egyik legjobb kor. Ez a legjobb kor. Nem? Amikor hisz, akar, lát, még annyira gyermeki, annyira ártatlan. Nem múlik, és nagy izzadó kamasz lesz belőle. Az se rossz, de hogy az már egy... Nem? Hát, büdös nem annyira. Nem, büdös lesz a lábam, izzadni fog. És ott vannak a szánkónak a nyomai, ahol menj a PIN kódot. Apa, ne zsibbadjál már ott az ablakban, nem érted? Már én felnőttem. Akkor vihetem a kocsit, vagy nem vihetem. Na, szóval, tegnap elkezdtünk egy témát, és ezt most be kell fejeznünk.
mert hogy azt is mondhatom, hogy rádió történeti pillanat volt a tegnapi Morning Show-ban, hosszú-hosszú éveken keresztül, évente egyszer legalább tettünk arra kísérletet, de tudom, hogy sok rádió dolgozott azon, hogy egyszer valakit előkerítsen, akinél van AGB mérő műszer, hogy mivel mérik a nézettséget. Senki ugye? Másnak nem sikerült. Csaknek. Ez senki másnak nem sikerült, soha senki nem jelentkezett, hogy igen, nálunk van, mindenki ismert valakit, akinek az ismerősének az ismerősie mér, de hogy hogy zajlott ez, pontosan nem tudta elmondani. Tegnap bejelentkezett Mónika, ezen a névem, elhittük, hogy Mónika. Van ilyen név, van, például ismerem egyet, háztartásukban is él. Így van, és elmondta, hogy náluk van ilyen műszer. És hát lehullott a lepel, elmondta, hogy hogy zajlik, elmondta, hogy ki nézi, mit néz, hogy néz, ki az egyes gomb, ki a kettes gomb, hármas gomb apa, egyes gomb gyerekek, négy tévé, négy műszer, mindent elmondott, vagy négy tévé, egy műszer, mindegy. Hogy kérik le az adatokat, milyen sűrűn kérik le az adatokat. Tehát beszélgettünk erről. Ugye ez egy érdekes beszélgetés volt, tudtuk, hogy van, meg hány háztartásban van, meg hogy ez tulajdonképpen 900 háztartásban, hogy lesz 2 millió háztartása való átlag. Tehát minden stimmel, de hát ilyet még nem hallottunk soha. És tök jó volt, mert ugye ezek a bizonyos adatok mindig jönnek, hivatkozik rá a sajtó, hivatkozik rá a tévé, és mi sose tudtuk, hogy ez mi. Így van, kicsit olyan volt, mint a Kalambó felesége. Mindenki tud róla, mindenki beszél róla, sose mindenki láttad. Hivatkozik rá, sose láttad. Igen. Aztán délután megszólalt a telefonom, és hát bejelentkezett az AGB, hogy szeretnének ennek ők is hozzászólni a témához. De kedvesen jelentkezett. Nagyon helyesen, Csillával beszéltem, a nézen közönség bérés ügyvezetővel. Azt mondta, hogy ő áll, én üljek le. És virtuálisan körbejárt. Beszéltünk, mondta, hogy szeretnének megszólalni. Mondtam a Csillának, hogy persze, nyilván mi tegnap is kerestük őket, de hogy erre ma lehetőséget adunk, hogy meghallgassuk, hogy ez valójában hogy néz ki. És hogy azóta Mónika már egy épülő társasház aljába van betartozva. A nézen emberei elindultak egy lesötétített fekete autóban, hogy Mónikát és családját felgöngyölítsék. Ugye, mert elvileg nem nyilatkozhatnak, és hát az AGB-t ezt érzékeny érintett, hogy egy olyan valaki nyilatkozik, aki hát nem nyilatkozhat elvileg. De nem is az övé a szerződés. Úgy van a szerződés, hogy ön, aki kapott egy készüléket, családtagjai, barátai, rokonai és ismerősei sem nyilatkozhatnak, vajon? Ugye? Jó a kérdés. Jogos felvetés. Nem az övé volt a készülék, ugye Anna? Nem az övé volt. Családon belül volt? Családon belül volt, szerintem családtagok sem nyilatkozhatnak. Úgy van, hogy apu, anya él együtt, meg ő, mint gyerek. Ez tegnap elmondta. Móni volt a gyerek? Mónika, igen. Hát, szép nagy gyerek volt. Szép hát nagy... most kaptam még. Igen, simán 35 tenném, mondjuk 30 évesen is gyerek, ha vannak szüleid, de hogy mondjad, Anna? Családon belül, de nem mondom meg a relációt, hogy ki-e. Aha. Tehát, hogy ő kicsoda. Egyébként nem Mónika. Maradjunk abba, hogy Mónika. Jaj, ne adjál több infót, mert most átnézik az összes Kelet-Magyarországon élő, nem Mónika. Ennyire vagyok rutinos. Lehet, hogy maradjunk ennyiben. De nem is nagyon tudunk mit adni, mert hogy ugye Móni betelefonált, Annával beszélt, bekapcsoltuk, és Móni eltűnt. Tehát, ennyi. Hogy igazából, ha tudnánk, így van, tudnánk kérni, mert Móni bejött, 555, becsörgött, beadtuk, beszéltünk, Anna letesztette, mit mond, adásba tettük, eltűnt. Csiribú, csiribá, hús. Igen, de nem is ez a lényeg, hanem hogy Csilláéknak is lehetőséget adjunk, hogy mondják el, hogy maga ez a dolog hogy zajlik, és hogy megy a mérés, illetve mit szeretnének elmondani a tegnapi adáshoz kapcsolatban. Én minden esetre örülök, ráadásul, majd elmondom a Csillának is, hogy elmondjam most, hogy mit gondolok. Nem, gondolod? Majd mondom. Ezt szerintem elmondtam. És akkor délután megint vissza tud hívni. De tök helyes, meg nem volt, de meghallgatjuk őket is. Minden esetre vannak ilyen műszerek és mérnek. Az, hogy mi ajándékcsomagért szavazatot vásároltunk, az önmagában egyfajta humor volt. De ezt elmondtuk, hogy ugye a vasárnapi Wundersőre kapcsolás megjelent. Az utolsó lesz, tehát nyilván többen fogják nézni. A vasárnap megkérdezik Monikát, kapcsoljon vasárnap a Wundersőre, de hát ez már a humor faktor volt, és a műsor készítés egyik eleme. De ezt megérte. Persze nem bánjuk, ha oda kapcsol. És akkor az se igaz, hogy Jani utána visszahívott mindenkit, aki jelentkezett, hogy neki van ilyen? Egyenként mindenki. Igen. És hozzá néhány családtagját is. Igen. Egyébként még lehet jelentkezni nézőnek, és ebben a formában ez az utolsó lehetőség, hogy lássátok a műsort élőben, hogy készül. Szombat délután. Bizony. Igen. Na! Itt van Csilla? Itt van velünk. Gyors a kezed, Anna. De jó. Itt van velünk Vörös Csilla, a Nielsen közösségmérés ügyvezetője. Csilla, hello, jó reggelt. Jó reggelt, mindenkinek. Jó reggelt, hello, kívánok, ügyvezető Csilla. Igazgató asszony. Vörös, én azt hittem, hogy Nielsen Csilla. Hello, Csilla.
Csilla, amikor tegnap hallgattátok a műsort, vagy valaki szólt, hogy erről van szó, és valaki bejelentkezett, mi volt az első gondolatod, őszintén? Hát őszintén a hírek nagyon gyorsan terjednek, reggel Zerszen Jenga volt egy találkozom, és mindjárt azzal kezdték a reggelt, hogy hallotta a Klassz FM-be a műsort, aztán még egyéb csatornákon is, hogy egy paneltagot fölhívtatok, úgyhogy... Micsoda? Paneltagot fölhívtatok. Tehát egy olyan... Ugye ez, mi azokat a háztartásokat hívjuk panelháztartásoknak, akik benne van a mintánkban, de hallgattam a műsorotokat, és néhány korrekciót azért mondanék. Tehát nem 900 háztartás, és nem 2 milliót becsülünk belőle, hanem 1000 háztartásból becsülünk 4 millió háztartást. Aha, rendkedvéért. Na, de ezek fontos, ezeket jó, ha elmondod. És akkor gyorsan, amikor azt így meghallottad, hogy bejelentkezett egy paneltag, leültél, kértél egy ásványvizet, meg egy risztretót, és mondtad, hogy akkor ajjaj, akkor... Nem, a történetnek a lényeg a következő. Tehát a televízió társaságok azért fizetnek, hogy legyen egy független mérőcég, és egy teljesen objektíven ugye mérjük a nézőműsorok, a műsoroknak a nézettségét. Tehát ezért nekünk védenünk kell a panelháztartásoknak, tehát azoknak a háztartásoknak, akik részt vesznek a mérésben, védenünk kell az adataikat és a függetlenségét. Tehát ezek az adatok nem válhatnak nyilvánossá, illetve ha valamilyen módon mégis nyilvánossá válnak, akkor ezeket a háztartásokat le kell szerelnünk. Tehát itt ugye elég sok pénz múlik tulajdonképpen ugye a televíziós műsoroknak a nézettségén, és ezért nagyon kritikus, hogy ez a mérés megbízható legyen. És a megbízhatóságnak az egyik kulcskérdése, hogy az adatokat, a személyi adatokat, azokat abszolút bizalmasan, és a megfelelő adatvédelmi törvényeknek kezeljük. A szerződésben egyébként mi van? Mert ugye Móni elmondta, hogy ő nem, tehát nem az ő nevén van, hogy családtag, rokon, házban lakó, tehát senki nem nyilatkozhat, vagy ha valakivel ti kötök szerződést, akkor közben mondjuk, ha valakinek a gyermeke közben kirepül a fészekből, és mondjuk úgy telefonál be nekünk, hogy nem abban a háztartásban lakik, akkor ő beszélhet erről? Nyilván a szerződést tartom, mert nem mutatom nyilvánosságra, de ugye eleve kizárjuk azokat a mintából azokat a személyeket, akik a médiában dolgoznak, és igen, kérünk egy titoktartási kötelezettséget, hogy ezt az információt, hogy egy mérőműszerben elhelyezve, ezt bizalmasan kell kezelni. Tehát nekünk újra kell telepíteni azokat a háztartásokat, amelyeknek a címe valamilyen módon nyilvánossá válik, mert ki kell vegyük a másnapi adatszállításból, nekünk is szerződéses kötelezettségeink vannak, tehát nekünk az 1040 háztartás 90%-ából naponta adatot kell adnunk, tehát ha nekem le kell szerelni háztartásokat, és nem tudok adatokat adni, akkor igen morcsosak lesznek a televíziós társaságok, és az egész hirdetőpiac. És Mónikával mi van? Azóta már lesötétített nyilzenes autók tartanak felé, valahol az autópályán kirajzottak, és egy betonkeverő autó is követi a fekete autókat, vagy még nyomozás zajlik, vagy már lekapcsoltátok, vagy mi van? Ennek a háztartásnak az adatait, ezt fel kellett, hogy függesszük, igen. Leszerelésre kell kijelölni, így van. És hogy lehet megpályázni ezt a posztot? Nem lehet jelentkezni, tehát ez nem egy... A Feri abszolút tud titkot tartani, lehetne ő a következő, akkor Mónika helyén. Jó, a Feri ki van zárva a nézettségmérésből, tehát a médiában dolgozik. Tehát. És van nekem tévéműsorom? Most nincs, tessék. Azért, mert megnézem a Wundersönt vasárnap. Azért, mert mind a 85 tévéddel vasárnap ránk kapcsolnál, hát miért baj ez? Csilla, mondd meg nekünk. Önkéntesen senki nem jelentkezhet, tehát... Ugye mi végzünk egy éves nagy felmérést, nem akarom a statisztikai számokkal, hiszen reggel zsibbasztani a hallgatókat, de ugye végzünk ezzel egy 5000 háztartáson alapuló felmérést, és azok, akik vállalják, hogy adott esetben együttműködnek velünk, azokat a háztartásokat egy statisztikai eljárás keretében megkeressük, és akik illenek adott pillanatban a mintában. Tehát, hogyha nekünk kell egy, mondjuk egy kelet-magyarországi háromfős háztartás, hát akkor ott amelyik kerestek, illeszkedik persze. Valamilyen. Akkor aki bekerült valamikor a mintánkba, de ahhoz részt kellett, hogy vegyen valamelyik felmérésünkben, tehát vagy egy alapozó felmérésünkben, vagy egy rekuláló felmérésünkben. Csira, én ezt neked tegnap is elmondtam, és elmondom a hallgatóknak is, hogy én erről mit gondolok már, mint a tegnapi beszélgetésről. Amellett nyilván, hogy ez benneteket érzékenyen érintett, hiszen titoktartási szerződést írattok alá, ez rendben van, én ezt megértem, de ugyanakkor hosszú évek alatt semmelyik rádiónak, semmelyik rádióműsornak soha nem sikerült ezt tulajdonképpen megcsinálni, hogy valaki bejelentkezzen. Ha a jó oldalát nézzük, akkor szerintem egy marketing ügynökség vagy egy PR ügynökség se tudott volna jobbat kitalálni. A ti szempontotokból
mint hogy úgy hitelesítünk benneteket, hogy végre valaki elmondja, hogy gyerekek, mindez idáig azt gondoltátok, hogy lehet, hogy ilyen nincs, azt gondoltátok, hogy a fene se tudja, hogy van-e vagy nincs, mert soha senki nem beszélt még olyan emberrel, hogy akinél van. Míg egy országos reggeli műsorban egyszer csak jött egy nő, aki elmondta, hogy igen, létezik, igen, így mérjük, igen, van nálunk, apája az egyes gomb, anyája az egyes gomb, lekérik az adatokat, rendszeresen kérik rá, tehát kvázi a létjogosultságát adta meg az AGB-nek, illetve azoknak, akik esetleg azt mondták, hogy a fenébe zajlik, hát sose hallunk erről semmit. Érted, hogy mit mondok? Tehát amennyire lehet, hogy ez nektek rossz volt, vagy nekem, annak vagy a cégnek, vagy annak tűnt, ugyanakkor szerintem legalább annyira jó volt, hiszen elmondta, hogy igen, ez a dolog valóban van, és igen, tényleg mérnek, és tényleg lekérnek adatokat. És sokan nem azt gondolták, hogy nincs, csak azt mondták, hogy de jó lenne egyszer megtudni, hogy a fenébe zajlik mondjuk a televíziós mérés, nem tőletek. Mert ugye téged fölhívtunk volna, elmondtad volna, de itt elmondta egy olyan, akinél valóban van ilyen eszköz. Én azért arra kérnek benneteket, hogy ezt a PR tevékenységet ilyen szempontból a tévében ne végezzétek, tehát hogy ne szólítsátok fel a hallgatókat. Én ezt kértem korábbi műsorvezetőktől is, hogy ezt ne tegyék, hiszen a mintának az újratelepítése az rendkívül költséges, tehát az, hogy egy megfelelő nézőmérő mintát kialakítson egy társaság, azért az elég idő és költségigényes, és ugye itt napi adatszállítás van. Tehát ugye már reggel 9-kor ott vannak a műsorkészítők és a televízió társaságok asztalán, illetve a számítógépén, mobileszközén ott vannak a nézettségi adatok. Tehát ha kiesik nagy számban háztartás, az gondozókhoz. Hát nyilván nagy számban nincs arról, hogy most itt 1000 embert visszahívnánk, egyetlen egyet hívtunk. Tehát erről nincs, meg hát ezek után nem is csináljuk persze, mert hogy már volt egy, akit meg akartunk találni, és meg is tudtuk szólaltatni. Tehát ezek után ettől nem kell félni, hogy csoportos újra telepítésetek lesz. De hát azért ez érdekli a hallgatókat, hogy kinél van valójában ilyen műszer. Hogy ő most ezzel szerződéseket, persze én ezt értem, de ugyanakkor én azt gondolom tényleg továbbra is, hogy ez nektek legalább annyira jó, ha ezt most még technikailag nem is biztos, hogy érzed. Ezt mindenki, ugye én azt a példát szoktam mondani, hogy akkor ő személyesen hány háztartás is meg. Mi a valószínűség annak, hogy ugye Magyarországon van 4 millió háztartás, hogy pont abból az 1000 háztartásból ismer valakit, aki ugye, aki részt vesz a nézőmérő panelban, tehát azért ugye ezeket is figyelembe kell venni, és hát a szakács sem szokta meginni azért az egész kondérlevest, ugye, hogy tudja, hogy milyen íze van, tehát ez egy tulajdonképpen a statisztika iránti bizalom valahogy, hogy megbecsülhető, és megbecsülhető, de egyébként ezt ellenőrzik a tévétársaságok, persze. Különböző auditokon keresztül, hát mi folyamatosan statisztikákat biztosítunk a televíziós társaságoknak és a piaci szereplőknek, hogy milyen ennek a mintának a megoszlása, persze a széles közönség számára. Ez egy kicsit misztikus. De miért? Egyébként nem is mondta a konkrét lakhelyét, nem mondott semmit. Ugye hozzánk betelefonált, tehát mi azóta se adtunk ki nektek telefonszámot, nem is tudunk, mi nem is adtunk nektek erről semmiféle adatot, nem is tudunk, megvédjük is a hallgatóinkat, akkor se adnánk, ha kérnétek, de egyébként nem is tudtunk most jelen pillanatban, mert hogy betelefonált, és aztán adásba tettük, aztán letettük. De hogy annyit mondott, hogy Mónika, aki egyébként lehet, hogy nem Mónika, meg annyit mondta, hogy Nyugat-Magyarország, ami lehet, hogy nem Nyugat-Magyarország. Tehát, hogy ezek alapján azért azt gondolná az ember, hogy nem azt mondta, hogy Miskolc 5-ös utca 2 második emelet. Tehát olyan nagyon-nagyon nagy államtitkot azért ezzel ő nem árult el, nem? Igen, csak a kérdés az, hogy a telefonszám alapján valaki később megkeresheti ezt a háztartást. Tehát nekünk ezt kell védeni, hogy senki ne jusson hozzá a panelháztartások és tagoknak a telefonszámaihoz. Uh-huh. Tehát a széles hallgatóság számára nem árult el. Jó. Nem, én mondom azt nem szemben menve veletek, de ha egyébként lett volna a telefonszám, se adtuk volna ki. Ilyen téren mi védjük a hallgatóinkat, de mondom, hogy ő egyébként betelefonált, és aztán mi le is tettük, tehát hogy nem írtunk föl számot. De visszatérve erre, reméljük, hogy ezzel nem okoztunk nagy kellemetlenséget, szerintem a dolog baromi érdekes, meg örülünk, hogy egy hallgató ezt elmondta. Nektek ez nyilván más szempontból fontos, de meg tudom ígérni, Csilla, hogy többet nem kutatunk, hiszen már találtunk egyet. Jó? Ha nem találtunk volna, nem ígérném. Személy szerint benneteket érdekel, hogy ez hogy működik, nagyon szívesen bemutatjuk, tehát nem, én nem, tök érdekes volt, hogy elmondta, hogy vannak gombok, apa egyes, anya kettes, anya ilyen szeptoboxszerű dolog, hogy zajlik, mikor kéritek az adatokat, ez tök jó, és más egy olyan ember szájából, aki egyébként tényleg méri meg, más mondjuk, igen, aki használja, más a tesszádból, tehát szerintem a hallgató ezt jobban tudta hitelesíteni. Csilla, köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm.
Jó, köszönöm. Jó munkát Sziasztok. Nektek. Vasárnap este Wundersön, jó? Csak mondom, hogy értem, majd hétfőn küldjetek a nézit, reméljük jó, szép lesz. Jó, és természetesen lojalitásból irántatok Anna a bal kezét, amivel felemelte a telefont, eltalulítjuk műtétőtől. Csilla, köszönjük, hogy itt voltál. Jó munkát jó, nektek. Sziasztok. Köszönjük. Vörös Csillával, a Nielsen közönség mérés ügyvezetével beszélgettünk. Anna, most tedd le a kezed ide, és egy kalapáccsal azonnal. Igen, itt többen írják egyébként, hogy megint tönkretettünk egy hallgatót. Csak mondom, hogy mi védjük a hallgatóinkat. Nem tettünk tönkre. Ha lett volna telefonszám, se adtuk volna ki. Egyébként soha nem adunk ki hallgatói telefonszámokat, mert védjük a hallgatóinkat, jelen esetben egyébként nem is volt. Hogy aztán ezt az AGB hogy göngyölítette föl, hogy kapcsolták le Mónit, aki lehet, hogy nem Móni, nem tudom, ez már nem is a mi ügyünk, de szerintem ez egy izgalmas téma, és jó, továbbra is azt gondolom, hogy jó, hogy elmondta nekünk, hogy ez hogy zajlik, ez legalább ennyire jó az AGB-nek is. Na jó, van 7:30 múlt, pontosan 3 perccel, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 2 perc múlva. Valahol lesz, van, ahol múlt. Valaki tegyen igazságot. Állítanom kéne órát? Ott 44, itt 46. Nem. 48. A tiédnek jónak kell lenni, egyébként mind a kettőnek jónak kell lenni, mert az egyik egy ilyen rádióhullámos, a másik meg internetes. De én inkább az internetesbe hiszek. A rádióhullámok sose tévednek. Én egy 7 óra 48-ra úgy bemondok egy 8 óra 48-at, mint a húzat, úgyhogy nagy baj nincs. Na, érdekes volt a beszélgetés a Nielsennel, írja nekünk YouTube fan. Igen, szakmai volt, de nagyon-nagyon érdekes beszélgetés volt, hogy mérik, ugye egy tegnapi adás folytatása volt tulajdonképpen, hogy beszéltünk Csillával, és hát ő elmondta, hogy nekik ezzel ugye tegnap mivel volt a baj. Csak azt kellene kideríteni, hogy találták meg. Ez arra viszont nincs fogalmam, vagy fogalmam sincs. Nincsen. Nem tudunk róla semmit. Se. De tényleg. Kecskeméten, ha megtalálták. Kecskeméten négy sávos bevezetőn kifelé egy Renault kiütött egy villanyoszlopot, és feje lefelé landolt az árokba ment, és még nem kezdődött, a szélső sáv nem járható. Andor vagyok, nem Lőrincről, hanem a Torna megyei Gyönkről. Igen, azt hittem közlekedés, de nem megpróbálnak kitalálni, hogy mit dudolnak a csalogányok. És van még közlekedésünk, méghozzá elég friss. Van egy Trafing Győr irányába, 22-es kilométernél. Most azt írja, hogy az M3-ason. De az valószínűleg elütés, ugye? Uh-huh. Hiszen az M7-es. Nem figyelte semmi. M1-es, csak hűlök. Valószínű elütés, sőt, tehát biztos. Elütöttek valakit az M1-esen, ebből lesz a hír. Igen. Na, gyerekek. Medvét láttak majd, ezt is ki kéne deríteni. Nem na most. De hol? Hát ez az, hogy medvét láttak a szerb határ felé. Medvét. Várják, kifelé vagy befelé? De nem medvét. Nem mondom, medvét. Hogy medvét. Érted? Farkasok, sakálok, kenguruk, medvék. Aha. Van ami kis drága Gyuri bácsi, majd nem most, csak kérdezem, hogy ő van, hát, piacozik, érek, most már valamit szerintem csinál. Ő azért annyira igazi profi, tényleg, akinek rálátása kell, hogy legyen a környező országokra is. Ugye Romániára folyamatosan figyel. Tehát, hogy a románok ne jöjjenek át, ne menjenek át, ne hozzanak és ne vigyenek dolgokat, erre Gyuri bácsinak van két szép szeme, mindig odafigyel. Szerintem ő odafigyelhet így fél szemmel a szerbekre, horvátokra. Hogy viszik a románok. És egyébekre. Talán még Ukrajnára is. Jó, megpróbáljuk még az adásban előkeríteni, hogy mondja el, hogy mit csinál az ember, ha medvét lát. Csöndben van. Megnyugszik, lepihen. De hogy úgy jönnek, érzitek? Fényképezkedik. Valaki csinál rólunk egy képet? Megölel a medve? Úgy? Én biztos összetolnám magam. Nem? Tudom, hogy a csöndben vagy, elmegy, nem bánt ő is fél, persze. De azért ezt Romániában is mondják, hogy a medve nem játék. Igen. És ezt ők azért ott tudják. Mi a felét csinálsz? Mondjuk én egy ilyen baromi nagy darab. És úgy beleszakul a levegőbe, és mondjuk így kiszúr. Hát például leszakad az arcod. Ő, ha odaér. Például leszakad az arcod, azt csinálod. Ha fára mászom, utána mi jön? A medvének kevés állat mászik jobban fára. Ha futok, ő is fut. Így van. Így van. És gyorsan a medvének fut. Kevés állat fut jobban. Ha fekszem, ő is lefekszik mellé. Sokkal kevés állat fekszik jobban egy medvénél. Rajtad. Nem, mert tényleg van olyan állat, ami a megmerevesz nem vesz észre. Ilyen például a Tyrannosaurus, nem? Tehát a Tyrannosaurus-ot találkozol, nagyon fontos, merevegy meg. Júj, de jó, hogy mondod. Nagyon. A legközelebb összefutott. Hálásak lesztek még ezért. Tényleg, az ugye a mozgást érzékeli, ez volt a Jurassic Parkban. Most sétálsz az erdőben, gyerekkel, egyszer csak ott brum-brum. Hm. Azt mondta, hogy jaj, Viki, már nem beszél, mert felnőtt, hogy brum-brum. Jaj, Viki, nem játszunk. Brum-brum, Viki, hogy megfordulsz, és a feleséged már sehol, és ott áll egy ilyen kis 2 méteres kis medve. Hát ott azért nem vagy alkupozícióban, nem? Hm.
Hát, egyáltalán nem. Az orszarvú még ilyen. De az elől el lehet ugrani állítólag. Igen, de az orszarú például olyan, hogy nagyon rossz a látása, és ezért mindent letapos maga körül, jó, mert hogy nem látja, hogy mi. Viszont igen. Ő csak egyenesen tud futni, tehát képtelen a gyors irányváltoztatásra. Hát olyan, igen, oldalazva nem megy cikcakban. Igen, na azt kell csinálni, hogy megvárod, míg az orszarú nagyon közel ér, igen? De már majdnem nagyon, és akkor gyorsan ellépsz. És akkor úgy csinálsz, mint a zsiráfelnél, az pedig ugye természetes közegében előfordul. És átfut alatta. Aha. Na? Az ember milyen okos, hogy milyen állata, mit kell csinálni. Tehát tényleg, amikor ott sétálnál valahol, nem tudom, ott a határon, és egyszer csak ott a családoddal ott szembe jön egy medve, és úgy látod, hogy kiszúr, beleszagolva a levegőbe, azért az a nem biztos, hogy annyira vicces. Én elkezdenék nagyon hangosan ordítani. És elkezdenék felé futni ordítva. Tehát ott mindent felteszel egy lapra, nem? Ha ellenkező irányba futsz, úgyis utolér. Hát, ha összezavarod, hogy miért? Mit csinálsz? Hangosan felé futsz, hogy megijeszt. Hát nem, valamit. Hát nyilván megpróbálnám elterelni a családtól. Én rányomnék engem üldöz! Én rányomnék az autóriasztóra. Hát mert az erdőbe az ott reális. Rólad beszélek, nem rólam. Én biztos, hogy gyalog mennék be, de te valószínűleg ott parkolnál. Jó, igen, jaj, jó, persze. A nemzeti parkoknak vagyok a nagy kvadbestere. Nem, én parkolom. És akkor csip-csip, és a medve odafigyelne rögtön az autóra. Ezzel eltereled a figyelmet, és akkor el tudnátok futni addig a Viki kocsijáig, mert nyilván két autóval mentek. Nem három, mert már belé is autóval jön. Na jó, mindegy, beszélünk majd a medvéről, Gyuri bácsit előkerítjük, hogy mondjál nekünk, hogy mit kell csinálni, ha medvével találkozunk. Ez is nagyon fontos, most viszont Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, halló! Hello! Andor, hello, Andor. Mi újság? Nem sok minden. De jó volt felettem. Traktorozol, tényleg? Igen, tényleg. Ebben a hidegben mit csinálsz? Milyen mezőgazdasági munkát? Traktorozik most. Lazítom a földet ebben a hidegben. Ebben? Nem is nagyon akar belenni az eszközös földbe. Ha lehetséges, hogy azért jó, ha föllazítod, mert azon látszik a medvenyom. Ja, azon látszana, igen. Egyébként, igen. Látszana a medvenyom rajta. És ilyenkor mi van egyébként, hogy ha mondjuk nem sikerül annyira fellazítanod a földet, és mondjuk így a 8 órádat letudtad, és akkor kimegy a főnök, és azt mondja, hogy te fia Andor, hát ez nem volt túl sikeres ez a mai nap. Fuss már hát, ki még egyszer. Édesapám a főnököm, és, hát akkor. Majdnem én is, aztán, hogyha nem megy annyira, akkor valami más megoldást próbálunk találni. Az úgy könnyű. Hát, igen, könnyű. Na jó, van, figyelj, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi Beru néni. Jó, először ezt fogod hallani. Na, mondjuk, ha szólna, az nem. Aha. Jó! Gyakorolnak szilveszterre. Ó! Tűzijátékoznak. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Figyelek. Na, 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 na. Nekem megvan. Na, 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 na. Az egy előadó vagy egy számcím, bármi legenda. Nagyon könnyű, tényleg. Mi csinálsz, Lihex? Nem, bírkoztam magamba. Fagyos a föld. Ráz a traktor. Mutassunk hosszabb részletet? Ne, adj aljára. Még egyszer lehetne? Ugyanennyi. Mutatjuk. Jó, nem az. Na? Hát nincs meg? Nem már. Nagyon mérges leszel magadra. Hát eldúdoltad az egészet végig az előbb. Mutatunk egy hosszabb részletet, jó? Jöhet? Nem, kérdésnek vettük, jó Andor? Kérdésnek vettük. Oké. Okay. Mutatunk hosszabbat, figyelj. Na, hát ez... Tudom, az már klassz számod, de bizony. Nem szépen. És az előadó nagyon klasszikus. Többen vannak. Faterod már üvölt otthon. Andor, hát a... Rolling Stones, fiam, Rolling Stones. Nincs meg? Mutatjuk, akkor ez lett volna. Sajnálom, mert egy hajszál kellett volna. Látod. Így meg vagy kikő? Így van, Bee Gees. Biztos, te Nem, abban. Úgy gondoltam. Egy nehéz nap éjszakája, óriási Beatles szám. Így van, egy Beatles dal volt. Hát, ezt nagyon sajnálom, hogy nem lesz. Bizony. Ezt még játszották színházba is. Bizony. Még a Mikó is játszott. Ja. Igen. Hát, Andor, termékeny napot. Köszönöm szépen. Így van. Jó. Köszi, hogy játszottunk.
Hát én köszönöm szépen. További szép napot nektek. Hello, ciao, ciao. Hello, hello. 4 perc van, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán az új rovat, haha. Ez jó, az elmentes övezet? Az jó. Elmentes övezet? Mi lesz a téma? Nem mondhatom el, mert ha elmondanám... Tudjuk. Megkérde, hogy jöjj! egy érdekes dologról fogunk beszélgetni. Ugye lezárjuk egyrészt röviden a szaloncukrokat, aztán pedig a tejivásról, mert hogy baromi sok tejet iszik mindenki, és hát ugye a legnagyobb misztikum, jó, nem jó, egészséges, nem egészséges, gyerek igyon, sokat igyon, te igyál, kakaót, ne igyál, hogy igyál, mit igyál, ne igyál. A tejről beszélgetünk, de nem azért, hogy bárkinek is elvegyük a kedvét, csak hogy mégse tudjatok el jó ízűen meginni utána egy pohár tejet. Ha. Engem nem tudtok róla lebeszélni. Ágyanztak a malaka csiszta a galabá, hogy mivel orosz mondja. Egy pohár tej, tiszta fej. Ha bárkinek ebben a témában már egy kicsit fél óráig komolyabb hangvételű kérdése van ennél, amit János lengyelül előadott, akkor írjon nekünk nyugodtan. Jó, a tejivásról beszélgetünk, élelmiszeripari mérnökünkkel, SMS számunk 06-745-00-00, jövünk a hírek után. 8 óra múlt 12 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri! Hello! Mindenkinek, mi újság, jól vagytok? Persze. Benyomtam egy kis tejterméket. Cukorra? Volt benne cukor? Hogy ne lett volna. De csak minimális mértékben is kiváló alapanyagokból készült, majdnem kézműves termékről van szó. De egyébként azt sem tudom biztosan, hogy nem az. Mert egy kis gyártóról van szó. Utolsó tejedet ittad meg, papa. Egyrészt soha többet nem iszott egy, nyilván nem ez a cél. Kettő, hogy a cukorral is fogunk foglalkozni. János, jó, hogy mondod, te vagy mindig az élő példa. Hogy mi mennyiségű cukrot viszel be a szervezetedbe, lesz téma. Lesz téma, de most hagyom, hogy még karácsonykor mindenki hadd élvezze szabadon az abálást, az evést ivást, és utána januártól majd meglátod, hogy mit csinálsz a szervezetedbe, ha napi nem tudom hány gram cukrot viszel be. Erről is beszélünk, édesítőszerek, cukrok, ez mind baromi jó. Én szeretném, hogyha a magyar cukorgyárak talpra állnának, én vagyok az egyik legnagyobb felbővő piacok, érte? Én csak munkahelyeket akarok teremteni, értsétek. Hagyjátok vissza a gabai cukorgyárat. Na, gyorsan egy-két közlekedés. Azt mondja, hogy baleset a 26-os főúton Ózd előtt 200 méterrel, két autó az út szélén, összetörve 3 rendőrautóval helyszínelnek, nincs még lezárás, de lesz szerintem, ezt Rolko üzente nekünk. Hármasugrása is sokan jelentkeznek, 834-es úton teljes útzár Nemes Szalóknál, ezt Dani küldte, és Gyöngyöstől Dombóvári M3-as M7 köd és balesetmentes, ezt pedig Ádám küldte nekünk. Na, csütörtökön, ha valaki nem tudná, egy új rovat, a kedvencem, amiben kiteljesedek. Amiben... Ja. Jó, de nem azt mondtam, hogy a tiked... nem, tudom, hogy nem a ti kedvencetek, de az én kedvencem, tudod, szoktam mondani, egy héten, fél óra, kicsit komolyabb hangvétel belefér, elkalózzolak benneteket az elmentes övezetbe, hogy egy kicsit újra átéljétek azt, hogy amikor az ember megeszik, vagy megiszik valamit, milyen jó, hogy tisztában azzal, hogy éppen jót ad-e a testének, avagy sem. Örülsz neki? Én örülök neki, mert jobbá teszed a jelent, és ha jobbá teszed a jelent, akkor a jövőnk is szebb lesz. Fúj, te rohadt szemér! Na jól van, belevágunk már is! A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állataikat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztom, antibiotikummal szennyezik, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Légy be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Ja, Istenem, de jó ez a szignál. Jól sikerült. Az. Jó. Nem jó? De nagyon jó. Hát, nagyon én át jó. Fogom küldeni majd annak a stának, aki a bőrborzínek a második részét készíti. Ennyi másodpercet fel lehet használni. Isten hozott benneteket az elmentes övezetben Balázssal. Relaxáljatok, dőljetek hátra. Hogy tudunk kilépni, hol a piros gomb? Egyétek a kezeteket a készülékre, már gyógyultok. Én mindig azt mondom, a drága fogyasztó tudjon mindenről, és aztán úgy tudjon dönteni, hogy legalább van információja arról. Nem? Uh-huh. Mert hogy a reklámok és amit ránk zúdítanak, az az egyik oldal. Legyen meg a másik oldal, és a kettőt összetéve tudja eldönteni, hogy mit vesz a saját kezébe, vagy mit ad a saját gyereke kezébe. Értelek. A múlt heti csokoládé sztorival egyet is értettem, de hogy most azt akarjuk meg, vagy akarod,
akarjuk, hát nem állok be én ebbe a közösségbe, azt akarod megtámadni, ami gyakorlatilag a csecsemő tápláléka, érted? A tej. Nyilván, nem akarom megtámadni. Tehát nyilván nem az anya senkit tej meg a tehéntej között van egy különbség. De nagyon nagy mi különbség. Azt a 70-es születésűek, mi a Jánossal azt tanultuk, érted? Hogy anya tej utána átállsz a jó friss tehéntejre, iszod. Csak sajnos beépül, már nem úgy jutsz hozzá. Jön a kálcium, jön az erő, jön az energia, egészséges leszek. Most ezt miért kell cseszegetni? Hogy miért nem megyek én a felébe? Mindjárt beszélünk erről is. Itt van velünk a rovat állandó vendége, Gábor Tóth Gábor, élelmiszeripari mérnök. Hello Gábor, jó reggel! Szervusztok, jó reggel! Jó reggel! Hallgatóknak tudod, is. Hogy egyik reggel a te autód is fölrobban majd velem együtt. Együtt fogtok. Remélem, szerintem. Hogy nem. Figyelj, hogy arcára fagyott a mosolyt. Valószínűleg már kapott ilyen fenyegetést. A húslobbi, a tejlobbi, a vitaminlobbi, a gyógyszer, valaki úgyis eltesz minket lábarról, gyerekek, előbb-utóbb. Ebben egészen biztos vagyok. Ha egyszerre robban föl, mindig mondom, kezdjetek, legyetek gyanakvóak, jó? Ne higgyétek el, hogy véletlen baleset szivárgott a benzincső. Én eddig csak azért nem szálltatok el, mert nem akarnak több két bombát pazarolni rátok. Megvárjátok, amíg együtt lesztek egy autóban. Na, óvatosan fogalmazunk, jó? Ma frászt hoztuk rád, mi? Ne aggódj. Nem, én szerintem a hallgatók tudnak a sorok mögött majd olvasni, és úgy hallgatják. Fontos, én is azt gondolom, főleg kereskedelmi rádióban nyilván egy ilyen mérföldkő, soha senkit nem akarunk lebeszélni semmiről, beszélgetünk arról, hogy tisztáláson a hallgató. Ugye a múltkor beszélgetünk a csokoládi mikulásokról, remélem, hogy sokat tudtunk azzal segíteni, ki miért vegyen, hogy vágják át az embert, nagyot vesz, de vékonyat, mi van benne, mi a jó minőség, merre törekedjünk, mit figyeljünk. Szerintem, ha már három hallgató ennek szellemében vásárolta meg a csoki mikulását, már nyertünk van. Három mondat erejéig, mert hogy ígértük, gyorsan a szaloncukor kérdést tegyük helyre. Döbbenetes adatokat olvastam, hogy egy magyar háztartásban egy ember karácsony környékén kb. Egy hónap alatt 2 darab kilónyi szaloncukrot képes megenni. Ebből is van jó minőségű, ebből is van gyatra minőségű. Mi már megvettük, soha... a fele még megvan. Már a fele, jó Isten! Előrébb kell hozni a cukortémát. Soha nem általánosítunk, mindig mondjuk, hogy van jobb minőségű és van rosszabb minőségű. Kettő mondatban, hogy tud a hallgató jó szaloncukrot venni, vagy mi a jó szaloncukor, ha már ezt veszi, ami nem baj. Sajnos megjelentek a virtuális szaloncukrok, ami azt jelenti, hogy a massza, az egyenmassza, tehát cukorszirup, fondannak hívják, cukorszirup, keményítőszörp, esetleg margarin, és ezt aromásítják. Tehát szívesen megnézném Janinak a vásárolt szaloncukrát, hogy milyen összetételű. Hát cukor mert, hogyha, van benne, mert édesség. Most ezzel igen, mi a baj? De hogyha de a massza, tehát hogyha az a massza, ami benne van a szaloncukorban, hogyha a masszában valódi marcipán, tehát mandula van, valódi gesztenye van, ezt egyébként rá kell, hogy írják, és nem csak egy cukormassza aromásított gesztenye aromával, akkor beszélünk igazán minőségi szaloncukorról. Én minőségpárti vagyok, tehát ez alapjára nincs hiba. Igen, tehát, de 6 kilót vettél meg. Ez igaz. Tehát az a fontos, hogy ne mák ízű, meg nem tudom, dió ízű, hanem valójában elolvassuk és benne legyen. Ugye? Így van. Amiként a csokoládénál is egy picit érdemes arról szólni, hogy ne margarin, tehát hidrogénezett növényi zsír, hanem valódi kakaóvaj legyen benne. Tehát kakaóvaj, ezt kell keresni. Így ha van. Hidrogénezett növényi zsír, ha ezt látjuk, akkor az igen, már azért... attól lesz olcsó a csoki, de hogyha kakaóvaj van benne, nagyobb mennyiségben, akkor az valódi csokoládé. Na, akkor egyszerűsítsük is a dolgot egy picit, hadd jöjjek én. Valódi kakaóvaj a szaloncukorba. Valódi marcipán. Mandula. Mandula, a marcipán ugye abban van. És a tejben valódi tehéntej, akkor az is jó. Nem, ennyire egyszerű a dolog. De rögtön beszélünk majd a tejről is, ugyanis ez a mai témánk, maga a tej meg a tejivás, ugye érinti a magyar lakosságot. Mi az, hogy hamisítják a szaloncukrot, tehát ízű dolgokat írnak rá, erre gondoltál? Szó szerint az ízű szaloncukrok jelentek meg, és gyakorlatilag elfoglalták a piacot. Hát ez nyilván... az ízű, az aromásított szaloncukrot jelenti, tehát van egy egyenmassza, ami ugyanaz minden szaloncukornál, és ezt különböző aromákkal svékelik meg, összetett aromákkal, a legkülönbözőbb aromák léteznek ma már, vaj aroma, méz aroma, mindennek vaj aroma, egyszerűbb vaj aromát beletenni, vajat? Nem vacakolnak vajjal, hanem aromát, nyilván tisztelt a kivételnek. Minden van kivétel, mindig mondjuk, persze. Minden az aromákon múlik. Hát viccesen úgy hívják ezt külföldön, hogy ízmaffia. Nyilván nem egy föld alatti szervezetről van szó, hanem egy legális szervezetről, csak azért maffia idézőjelben, mert néhány érdekcsoport kezében van az egész világ ízvilága. Hát ezek ugye sokszor vagy ráírják, vagy e-betűt írnak rá, de hát ezeket tudni kell, hogyha például sok ilyen e-betűs dolgot adunk a gyerek kezébe, és nem minden e-betű rossz, ugye? Tehát van a C-vitaminnak is megvan az e-megfelelője, akkor ha az felhalmozódik a szervezetben, akkor utána jöhet minden más mellékhatás. Gyereknél például, nem? Szeretném hozzátenni, hogy az aromáknak nincs káros hatása. Uh-huh. Még mielőtt valaki megijedne, egyszerűen csak az ízvilágunkat úgy módosítja, hogy a természetes ízektől elszokik a szervezet.
Ez azért nem mindegy, gyermekkortól kezdve. Amikor én egy osztályfőnöki órát tartok valahol egészségügyi órát, akkor papírgalacsinokkal dobálnak meg, amikor a salátákról beszélnek. Mert nem eszik a salátát, a gyümölcseket, a zöldséget tisztelt a kivételnek az ifjak, hanem ezek a gyorséttermi ízek. Hát és ezt gondolom, egy akkora ízrobbanás a szájban, hogy utána már a kevésbé ízes, vagy a kevésbé... Tehát a receptorok egészen fölborul, ugye az érzékelés? Így van, a receptor egyensúly fölborul. Alapvetően lehet azt mondani, hogy amikor azt látjuk például egy terméken azt a szót, hogy ízű, akkor már elkezdhetünk gyanakodni? Abszolút, fölmegy a pulzus számunk, a vércukorszintünk, igen, tehát ez nem szabad. Ezt azzal a lendülettel, amivel levettük a polcról, vissza is szoktuk tenni. Tehát például, ha most kicsit elkanyarodva a témáról, és utána rögtön rátérünk, de erről ezzel is foglalkozunk majd a különböző ízű dolgokat, tehát például azt látod, hogy málna ízű szörp, vagy málna ízű szaloncukor, akkor az már önmagában egyfajta hamisítás, erre gondolsz, ugye? A hamisítás idézőjeles, az ízű szörpök almasűrítményből vannak, málna aromával például. Az ízű szörpöket a régi KGST piacon szokták meg az emberek, utána nehéz volt a nyugat felé a váltás, a lényeg az, hogy hát ha málna ízű a szörp, akkor az nem málna velőből van. Úgyhogy az ízű dolgokat az el kell felejteni. Jó, ez egy külön téma lesz majd, amikor belemegyünk a különböző hamisításokba. Na, egy nagy fejezet, a tejivás. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye egyrésztről ott vannak a tej valódi élettani hatásai, másrésztről ott van az a brutális lobby, ami nem csak Magyarországon, Amerikában, mindenhol súlykolja, hogy mennyire jó, mennyire egészséges, és mennyire kell nekünk a tehéntej. Ami számomra például egy megdöbbentő adat volt, és innen indulhatunk, hogy Magyarországon a magyar lakosság egyharmada nem is tudja megemészteni a tejet, ez igaz? Igen, vagy allergia, vagy érzékenység, tehát vagy a tejfehérje, kazein, vagy pedig a tejcukor miatt. Ez mit jelent? Tehát úgy vagyok érzékeny, vagy úgy lehetek érzékeny a tejre, hogy mondjuk nem is tudom? Vagy nem is tudok róla? Igen. Ha tejfehérje érzékenység van, általában valamilyen bőrtünet jelzi. A laktóz érzékenység, tehát ugye a tejcukorbontó enzim, a laktáz, vagy hiányzik, vagy nyilván csökkent. Ez népcsoporttól függ. Például a bantuk, a tájföldiek, a filippinok, a ciprusi görögök nem emésztik szinte a tejet. Japánok sem, ezt is mondtad. Igen, ugye? Volt is kellemetlenség ebből, amikor az amerikai segélyszervezetek letopták a hatalmas mennyiségű tejport Afrikában. És borzasztó sok hasmerés volt, tehát ezzel nem sokat segítettek az afrikaiakon. Mondjuk ez elég érdekes, hogy azt mondod, hogy például a ciprusi görögök sem náluk, ugye egy alapvető élelmiszer a fehér sajtok közé tartozó feta. És ők rengeteget fogyasztanak. Bocsánat, az igen, a savanyítással készül, ugye a sajt, az üstej készítés. A lényeg az, hogy ott lebontják. A ciprusi görögök pontosan tudják, hogy kell a tejet kezelni, hogy abban laktóz ugye elbomlik, átalakul, és tulajdonképpen egy emészthetőbb anyag lesz. Az már egy savanyított formában. A natúrtejet azt nem emésztik jól. Milyen tünetei vannak? Ugye, tehát például érdekes, hogy a magyar lakosságban is baromi sokan mondják azt, hogy pattanásosak a lányok, hogy puffadás van, más ételekre fogják, azt hiszik, hogy különböző bélpanaszok, és közben mondjuk megisznak fél liter tejet. Nem ártalmas, nem ezt mondjuk, csak vannak, akik mondjuk nem tudják megemészteni. Tudsz mondani olyan konkrétumot, amiből a hallgatóink föl tudják azt ismerni, hogy mondjuk érdemes lenne kivizsgáltatni és változtatni az étrendjén, hogy milyen tünete lehet annak, ha valaki mondjuk tejérzékeny? Kifejezetten a bélrendszeri tünetek, de a puffadás az az, ami sok mindentől kialakulhat, de a tejtől kifejezetten. Egész kisgyermekkortól kezdve a szülő észreveszi a kólikát a csecsemőn, főleg, hogyha a szoptatós anyuka is iszik tehéntejet, ami most már nem javasolt igazán, tehát mást kell fogyasszon. Tehát hasfájás, haspuffadás, asztmatikus problémák, főleg reggelente, asztmás köhögés, amikor nem vagyok igazából beteg, hurutos, de mégis hurutos köhögés jelenik meg. A tejfehérje allergia szintén emésztőszervi, tehát hasi problémák, illetve bőr kiütés, urtikária, tehát csalán kiütés formájában, de lehet fejfájás. Nekem egész gyermekkoromban valószínűleg a tejtől fejfájásom volt, és amikor elhagytam a sajtot, a tejet, a túrót, akkor ezek elmúltak. Ugye nagyon sok reklám sugallja azt, hogy ugye kalcium is ad a gyerek kezébe, és igyanak a felnőttek is nagyon-nagyon sok tejet eszik. Az, hogy van benne kalcium? Van benne kalcium, de számunkra nem csak a felszívódó, hanem a csontba beépülő, csontba és a fogakba beépülő kalcium számít. Itt viszont problémák vannak. Amerikai tanulmányok jelzik és jelzik azt, hogy a tejből, a normál tehéntejből a kalcium nem úgy szívódik fel, ahogy gondoltuk, vagy gondolták, mert nincsenek benne azok az anyagok, magnézium, mangán, cink, réz. És hát ugye ott a D-vitamin, amit a zsírszegényített tejből már ugye kivonnak, ugye a zsírszegényítés a szeparálás miatt, és a D-vitamin meg a kalcium együtt dolgozna, de ugye ezek az alacsony zsírtartalmú tejek, ugye itt a kalcium beépülés zavart szenved megint. Nálunk például Beniről derült ki, hogy tejérzékeny, nagyon-nagyon sokáig fájt a hasa, pattanásos volt, kiütéses volt, minden baja volt, és mióta elvettük tőle, azóta abszolút tünetmentes, és megdöbbentő, hogy az ember reflexzerűen adja a gyereknek a tejet, ugye mert azt gondolod, hogy jó, és nyilván van, amikor jó, meg lehet is inni, mi nem azt
megkeresünk, hogy senki ne jön, nem erről van szó. De hogy amikor ezt elvettük, kiderült, hogy van egy tejérzékenység, egy tejzsír is, laktózérzékenység, tehát egy csomó minden, azóta abszolút tünetmentes. Úgy tűnik, hogy a lakosság egy része érzékeny a tejre, vagy érzékenyebb, mint a többi. Nem tudjuk, hogy miért és hogyan. A gyermekek is, egészen ugye a tejallergia, mint tudjátok, van. Ugye általában 3 és 6 éves kor között kiszokták nőni a gyerekek, és a szülő bevezeti 6 éves kortól a tehén tejet, de most már lehet tudni azt, hogy ez később visszaköszönhet egy pollenérzékenység, vagy más érzékenység formájában, inkább a fiatal felnőtt korban. A másik az időskori tejérzékenység. Az időseknek szinte nyomják a tejet, hogy fogyassza, mert a csontját védeni fogja, de az idősebbeknél a tejcukorbontó enzim már megint csökkent Magyarországon is, és figyelni kell egy idős embernél, hogy nehogy ez okozzon vastagbél problémákat. Egy mondatot lehet mondani a tej védelmében, tehát van, hogy nem bántjuk, egy harmadra igaz, csak sokan nem tudják, és ha kivizsgálják, rájönnek, hogy változtatnák kétharmadig, tehát sosem azt mondjuk, hogy senki ne igyon. És kétharmadnak tudsz valami olyasmit mondani, ami miatt igyon tejet? A bolti tej tekintetében nincsenek jó híreim, majd Balázs elmondja, mit mondhatok el ebből. A másik rész pedig... hogy van-e tejhirdető. Amikor tejről beszélünk, akkor biotejről beszélünk, házi tejről beszélünk, és a családi halmozódásról beszélünk. Szerintem tudnia kell minden családnak, hogy az ő familiájában felmenői között volt-e tejérzékenység, vagy legalább tudni kell, hogy nem volt-e vastagbél rák, vagy ilyesmi, mert akkor vigyázz. Ez a tejérzékenység? Igen, az enzimatikus probléma az öröklődhet, így van. Emésztetőség szempontjából hogy választott külön a sajtokat, illetve mi az, amit ajánlasz, mi az, amit kevésbé ajánlasz? Sovány tejtermékek, amelyek savanyítottak, tehát kaukázusi kefirek, joghurtok, ezek ionizált terméket, tehát kálciumot tartalmaznak, jobban emésztődnek, úgy nevezzük, hogy probiotikus készítmények. Ezek a tejtermékek közül a legjobbak. A natúrtej az egy picit ilyen szempontból, emészthetőség szempontjából felejtős, mert a kazein, a spang a gyomorban, a bélben, és okozhat hurutokat, okozhat esetleg vastagbél problémákat, végbélvérzést, hadd ne soroljam. Én már nem beszélek szélsőségről a tej kapcsán, mert nagyon gyakori, csak mindig másra fogják, vagy sok esetben másra fogják, hogy ez irritábilis bélszindróma, ez a stressztől van. Nem, sok esetben a tejjel is összefügg. Nem azt állítom, hogy mindennek a problémája a tejre vezethető vissza, meg a kandidára, meg ilyeneket szoktak mondani, de higgyétek, hogy van szerepe. Ugyanez igaz mondjuk a tejtermékek gyártásának olyan hasznos mellékanyagaira, vagy újra hasznosítható mellékanyagaira is, mint például a savó. Igen. De a savó tele van laktózzal, ami azok számára, akik nehezen emésztik, már is problémát okoznak. A János több mennyi sajtot esznek meg? Hát 30-35 kiló. 30-35 kilónyi sajtot esznek meg. Rengeteg. Ha ez jobb minőségű sajt. Hál' Istennek, nálunk nincsen ilyen érzékenység, vagy legalábbis nem tűnt még fel. Vannak a kevésbé érlelt friss sajtok. Ilyen a mozzarella, ilyen a feta, ilyen a gomolya. Ezeket régen egyébként tömörített túróból készítettek, nem is oltották. Ezek jobbak voltak, mind a mai napig jobban emészhető. De egy trapista, egy ementáli típusú sajt, azt én egy kicsit kevésbé javasolnám, mert érlelt sajtok. És azok allergénebbek. Tehát több benne az az anyag, ami allergiát, bőrtüneted, emésztési problémákat válthat ki. Nem véletlen, hogy allergiás családokban, atópiás családokban a sajtra, az érlelt sajtokra azt mondja az orvos, a szakember, az allergológus, hogy azt kevésbé. Sajt, csokoládé, füstölt pácolt húskészítmény. Ezek az allergiák. Kidobjam a 24 hónapos parmezánomat, de tényleg. Ja, dehogy is, nem. Tudod, hogy ennek a rovat, igen, a másik felét ide. Én is eszem például a parmezán sajt, mi mondjuk a tejet abszolút kiiktattuk. Tehát vagy laktózmentes, vagy mandulatej, szójatej. Uh-huh. Rögtön az alternatívákról is beszélünk, de ez nem mindenki igaz, mi mondjuk ezt leginkább a Benni miatt. Így van, hát nyilván nem akartok a saját magatok ellensége, illetve a gyerek ellensége lenni, hogyha nyilvánvaló a laktózérzékenység, akkor ott nem szabad kockáztatni. Kérdezik nagyon sokan a házi tejet, illetve a kecsketejet, hogy az egy jó megoldás lehet. A kecsketej, jutej mindenképpen prebiotikus tejnek nevezzük, vagyis bél regeneráló. Amennyiben ezeket az állatokat nem éri el az ipar, és a nagyüzemi termelés, akkor azt mondjuk, hogy ezek a tehintejhez képest sokkal jobbak. Tehát viszont mondjuk egy gyerek számára is sokkal jobban feldolgozható, akár? Abszolút, viszont ezeket is forralni kell most már, tehát nincsen nyers tejfogyasztás, szigorúan az állatorvosok is javasolják. És fontos az, hogy aki tejfehérje allergiás, tehén tejfehérje allergiás, most már a szakma tudja, hogy a kecske tejre és jutejre is néma allergiás. Tehát nehogy megnyugodjon a szülő, hogy a gyermekem tehén tejre érzékeny, allergiás, és akkor fogyasztja a kecske tejet, mert néma allergiaként jelen lehet. Házi tej? Kérdezik sokan. Sokkal jobb. Ma már a házi tej ellátás Magyarországon megint növekszik. Tehát én, amit első nekifutásra javasolok, ha szabad ilyet mondani, azok a nagyüzemi bolti higított
tejek. De érdekes. Csökkentése. Mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ezt a pollen érzékenységet. Most már többször bebizonyították, és ezekről is vannak kutatási anyagok, hogy például mondjuk olyan embereket, akik pollen érzékenyek, vagy érzékenyek különböző füvekre, azokat, hogyha olyan, ha azok olyan kecsketejből készült termékeket fogyasztanak, amik olyan kecskétől származnak, amivel például parlagfüvet etettek, az jótékony hatással van az ő allergiájukra. Tehát magyarul egy ilyen kutyaharapás szőrivel alapon gyógyítják. Igen, ennek van szakmai alapja. A probléma az, hogy az emberek nem ilyen tejet isznak, hanem olyan tehéntejet, ami lehet, hogy vegyszer származékokat is határérték körül vagy alatt tartalmazhat, tehát inkább fokozza a pollen problémát, mint sem, hogy segítene rajtam. A tehéntej fehérje egy picit más, mint a jútej és kecsketej fehérje, tehát itt kifejezetten a tehéntejről és a nagyüzemi tehéntejről beszélünk. Feri, jött egy SMS, ezt mint a te érted volna, szuper, maradok a pálinkán. Ennyi, így is van, igazad van. De aki önnek az elmúlt néhány perc alatt fölmerült a gyanú saját magába, hogy allergiája van erre a dologra, hol lehet ezt kivizsgáltatni? Azt mondjuk gyereknél vagy felnőttél. Igen, hova? Vérből, ugye egy allergia közt, nagyon sok allergia közt. Tehát allergia közt, persze, ez már Magyarországon bőrteszt, azután kilégzési teszt, ugye a hidrogénteszt, esetlegesen székletmintából, tehát ez már szakmai kérdés, abban én nem merek belefolyni. Nagyon sokan nem hisznek benne, megint nem térítés. Vannak például a fiatal gyerekeknél, csecsemőknél, 4-5 éves gyerekeknél a vérteszt egyébként nem mindig egyértelmű. Nem mindig mutatja ki. De ha például elviszed egy biorezonanciára, teljesen egyértelmű, megmondja. De az már egy más téma, hogy most ebben ki az, aki hisz, ki az, aki nem. Azért az immunteszt elég pontos. Vagy az immunteszt, így van. Az immunteszt, igen, az így van. Szójatej, mandulatej, kókusztej, mondjuk a kiváltásképpen, ilyen? Igen, növényi tejekkel dolgozunk, valóban. A szójatej az azért nem megoldás, mert a tejallergiások egy jó része, 40-50%-a előbb-utóbb a szójafehérjére is allergiás lesz, meg itt a gémotosítás kérdése is előkerül, ami inkább Amerikában jellemző, Magyarországon kevésbé. A rizstej, kukoricatej, zapstej, kókusztej, tehát a növényi gabonákból, illetve olajos magvakból, tehát diótej, magyarótej, mandulatej, itt nem a köznap értelme vett magyarókrémekről vagy egyebekről beszélek, ma már azért lehet kapni a reformüzletekben biominősítésű, és nem is olyan drága zaptejszíneket, a zaptejszint, a rizstejszint föl lehet higítani, és kiváló tejek lesznek belőle. Igen, de ezek ugye nem valódi tejek, itt az élvezeti értékük, vagy a tejhez hasonlóságuk, miért fogyasztják őket. Így van. Csak hogy például lássatok, hogy Amerikában milyen erős a tejlobbi, ott konkrétan választásokat, kongresszusi képviselők, pártokat finanszíroznak, hogyha és amennyiben ők majd hatalomra, kormányra kerülnek, akkor tovább tudják nyomni azt, hogy milyen egészséges ekkora mennyiségben is. Nem, mert nem azt mondja, hogy nem egészséges a tej, nem azt mondja, hogy ne igyul senki tejet, mi nem ezt mondjuk. Csak amikor ennyire súlykolja például az amerikai tejlobbi, hogy mennyire jó tejet inni, akkor érdemes mögé látni, hogy milyen üzleti értek van mögötte. Ugye? Ez is milyen érdekes dolog. Csak a te autódat féltem, nem az enyémet. De nem, én már nekik megmondtam, hogy te is hol laksz. Azt is tudják, ne aggódj, ha robbanunk, együtt robbanunk. Így van. Most cseréltetik ki a padlólemezt páncélra. Minden esetre ma már a tejről beszélni azért szerintem nem tabu téma, mert azért nyílt titok, hogy a tej allergiákat okoz, problémákat okoz, és itt most nem azt állítjuk, hogy mérgező, azonnal halált okoz. Minden esetre a politikában, külföldön is és sok helyen bent van a tejlobbi, szponzorálja Magyarországon az oszteoporózis, ugye a csontritkulás programok mögött állnak, abszolút, tehát ez nyílt titok. Ha ilyen könyv születik, hogy mivel véd a csontjaidat, akkor valószínűleg lesz benne egy olyan oldal, ahol egy szponzorációban egy tejipari cégtől. Ez természetesen szerintem valahol együtt kell ezzel élni. A kérdés az, hogy teljesen hitelesnek tartjuk ezt így, ahogy van, vagy merünk gondolkodni, Horácius után szabadon, tehát merj gondolkodni, és azt mondjuk, hogy szóbálok azzal a gondolattal, hogy esetleg elhagyom, kipróbálok mást. Igen, tehát itt a mondani valót, az alapmondanival szerintem nem győzzük eleget hangsúlyozni. Te sem azt mondod, hogy ne fogyasszanak tejtermékeket, hanem azt, hogy fogyasszanak körültekintően. Így van, és azért én kipróbálnám a reform, tehát a tejpótló készítményeket, mert nagyon finomak. Írtak a hozzátartozóit felé. Na, közben. Melyiket? Városi melyiket? Beletek van, öcsém. Én is van. Szevasztok, haverok, srácok otthonról. Így, ennyi. Így, nálunk nincs. Én papírdobozt is megemésztjük, mert mindig iszuk a tejet, hogy legyeljük literesen. Én megfúrasztak, én bombám. Így, annak belül robban. Azért azt hozzáteszem, hogy már az a riska tehén, ami régen volt, hogy jó minőségű házi tej helyébe képzeljetek olyan Holstein Fries vérségű szarvasmarhákat, amelyek egymás mellett állnak, négy lábon álló tejüzemek, fejőgéppel fejik őket, üzemileg dolgozzák fel a tejet. Tehát ma már azért más világ van. De ha mondjuk ilyen 3-8, 3-5, az lényeges, hogy ez ugye csökkentett zsírtartalmú van, egy nem is tudom, hanyas. A csökkentett zsírtartalmú tejnek alig van értéke. Alig van értéke. Aha. A magas zsírtartalmú tej pedig fokozza az érelmeszesedést. Nyulakban mindenképpen. Aha, tehát nincs középút.
melyik olyunkat harapjuk, muszáj elmondanom mind a két oldalt, mert ugye döntésre készítjük a kedves hallgatókat, tehát én nem mondom, hogy rossz vagy jó, hanem mondok információkat, és lehet dönteni. Miért van az, hogy valaki tejvás után szomjas lesz? Van ebben már összefüggés, vagy igyon több folyadékot? Igyon több folyadékot, a tej leköti, a kazein leköti a gyomorsavat, és egy szomjúságérzést kelthet, van egy ilyen hatása. Panka gyomorban, ne felejtsétek el, hogy kérődzők számára készül a kazein, viszont a tejnek van a savója, amit Jani említettél, a tej savó protein, ami ugye testépítő táplálék, illetve csecsemőknek tápszerbe adják, a tej savó fehérje az más, mint a teljes tejfehérje, mert a tej savó fehérje az olyan fehérjéket tartalmaz, mint az emberi női anyatej, tehát az nem annyira kazein frakciót és sokkal jobban emészthető. Ezt a szakma pontosan tudja, ezért nem adja a testépítőnek a kazeint, hanem a teljes savú fehérjét adja. Most ittam meg fél liter tejet, és akkor is jól esett. És inni is fogok, kapjátok be. Írja nekünk egy hallgató. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Érdemes ezekről beszélni, tud róla a hallgató, eldönti, elviszi a gyereket, önmaga elmegy, ha vannak tünetei, kivizsgáltatja magát 10 perc alatt, megmondható egy vértesztből, immuntesztből, biorezonanciával, aztán dönt, hogy mit fogyaszt. Nem? Egy választási lehetőséget szeretnénk ezzel mindenkinek adni. És ne féljetek tőle, hogy a tejlobby felrobbantja az autótokat, mert titeket nyilván majd izocukorba folytanak, vagy tehenekkel tépetnek. Tóth Gábor élelmiszeripari mérnökkel beszélgettünk, jövő héten csütörtökön folytatjuk, ha bárkinek kérdése van, írja nekünk SMS, hamarosan lesz ennek a rovatnak egy e-mail címe, oda is jöhetnek a kérdések, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 múlt pontosan 6 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hatos út Szegvár, Szigetvár Pécs között köd és balesetmentes, valamint az M1-esen Pest irányába, 85-ös kilométernél a felüljáróról fotók készülnek. Anikó küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Van egy trafing az M7-esen is, Nagykörnyizsa felé a 145-ös kilométernél, és nagyjából ennyi. Nagyon tetszik az új rovat. Balázs, ne hagyd magad lebeszélni, hajrá, írja nekünk egy hallgató. Nem akart senki lebeszélni, csak... anyukád. Aláírás. Már ugyanért nem úgy, hanem érted, hogy a mama írt, hogy tetszik. Jó. Hol lehet visszahallgatni a Gáborral készült beszélgetéseket, kérdezi Mari. A morningshow.hu-n állandó vendégeink rovat alatt ott van Gábor is, már a múltkori megszólalás is Csoki Mikulásokról, és ez is adás után fent lesz, egész terjedelemben vissza lehet hallgatni. És létrehozunk majd egy e-mail címet, oda lehet kérdéseket küldeni is, természetesen ezeket Gábor megválaszolja. Tehát lesz ez rovat egyébként sokáig, jövő héten is. Fitymájátok az asszonyaim tejét, csak gyertek vidékre, megbeszéljük. Dodó a tenyészbika. Mondjátok meg, melyik élőlény, amelyik más élőlény tejét issza, kutya, macska, nem él, mert mi itatjuk velük. Írja nekünk egy hallgató. Na, ugye mielőtt hármasugrást játszanánk, azelőtt mondjuk, hogy a hírek után hívjuk Gyuri bácsit, ugye? Bizony. Ami nagy állatbefogónkat a román határ környékéről. Így van. Mert hogy medvét láttak, nem egészen a román határon, a szerb-magyar határt, Herceg-Szántó közelében, és Gyuri bácsi, ami nagy állatbarátunk, ő mindig felkészít, hogy mit kell csinálni a pumával, kengurúval, mindennel kapcsolatban, gyakorlatilag mindig van neki valamilyen egészséges, olyan észépérvekre alapozó megjegyzése, tanácsa, hogy tényleg rá lehet hagyatkozni. Éjszakkal kapcsolatban, nyugattal kapcsolatban, kelettel kapcsolatban lehetnek kétségeink, de a déli végeink, azok rendben vannak. Ott őrzi. Azt őrzi Gyuri bácsi, úgyhogy őt hívjuk mindjárt. Most viszont valakivel hármasugrást játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Szabina, hello, jó reggel! Hello! Hello, Szabina! Honnan hívsz minket, Szabina? Hát most éppen Sabonáriámból. Most éppen? Mindig máshol vagy? Nem, kazári vagyok egyébként. Na, és ott dolgozom. Mellettünk egy kis. Így van. Uh-huh. Győzik egy sűrűn, látjátok? Szoktam néha látni, de ezek így... De átmész a másik oldalra. Jó arc, amikor így összefuttok vele? Köszön, kiabál, aranyos? Hát, én nem szoktam őt letámadni, megmondom őszintén, de így ismerjük így a családját, így nagyon messziről. Egyébként aranyos, szerintem nincsen vele gond. Milyen diplomatikus. Igen. Ugye? Mivel foglalkozol, Szabina? Én pénzügyes vagyok. Pénzügyes? Ó, hát igen. Az jól hangzik. Milyen típusú cég? Vagy, gondolom, nyilván én irodai munka, de hogy milyen cégnél? Hát egy nagyker vagyunk. Nagyker. Uh-huh. Oké, szokott menni a hármasugrás játék? Kitaláljátok? Hát, van, amikor nem megy, de igyekszünk most. Minden jobban. Ki van még ott melletted? Három kollégám. Na, tényleg? Nem ilyen jól neveltek, milyen csendben vannak. Figyelnek, várják a kérdést. Nagyon izgulnak. Én is, úgyhogy. Milyenek a kérdések, Jani?
Hát őszintén. Ezen a héten ugye félig meddig tematikusak vagyunk, minden nap van egy olyan kérdés, ami Bear Grylls-hez kapcsolódik, aki a nagy túlélő műsorairól ismert. A másik kettőről beszéljél, amivel kinyírod. Kicsinálod őket. Amivel megölöd a második kérdést. Második közepes, harmadik nehéz. Na, most beljebb vagy? Beljebb. Sokkal egyébként. Meglátjuk, Szabina, menni fog ez. Jó, mehetünk? Jó. Aha, így szól az első dedikált Klassz FM-es Morning Show-s nyakbakasztója. Melyik ifjúsági mozgalom első számú brit vezetője Bear Grylls? Cserkész. Így van. Így van, ő a brit főcserkész. Így van. Jól hangzik. Dedikált Klassz FM-es szatyor vagy egér a látétért. Jöhet a következő kérdés? Igen. Uh-huh. Nevezd meg a segítőidet. Hát Timi és Elemér. Timi és Elemér? Így van. Ma három fiút mondtál az előbb. Nem, három kollégát. Ja, három kolléga. Uh-huh. De ők kesen vannak. Három kolléga, Timi és Elemér. Gabika egy nagyjelában bújva. Timi, Gabika és Elemér. Így van. Nem Szabika? Szabika? Szabika vagy Gabika? Gabi. Gábor. Így szól a második kérdés. Melyik óceánnal határos Uruguay? Nem nehéz, ha már betájoljátok, hogy hol van, akkor persze könnyű. De egyébként nehéz. 50% esélytek van, hogy eltaláljátok, ugye? Mert hogy két óceánunk van. Ja nem, de megjön az így, hogy akkor három. Szépen megnyaltad a saját kérdésedet, hogy két óceánunk van. Basszus, ez harmadik kategória. Kérem szépen? Csendes óceán. Nem. Másik oldala. Másik oldala. Másik oldala, basszus, tényleg. Ja, nem rossz a csendes óceán se, de hát ugye ez a dilemerekenek a bal oldala, ugye itt még Uruguay pedig ugye. Igen, nekem csak ugrott be. Ha szemből nézzük, a hát találunk neki. Igen. A hát találunk a bolygóna. Igen. Szabina, Szabina. Hát ez most nincs meg. Mindegy, a főcserkész ajándékcsomagja a tiéd. Nekem az is nagyon nagy rajongója vagyok. Ugyanolyan dolgok vannak? Nem, amilyenkben gyengébek voltam. Olyan ajándékcsomagod lesz, hogy megbolondulsz, mert hogy gyönyörű szép, meglátod majd, te kicsomagolod, jó? Jó, van, oké, fennül. Ez a plusz ajándék, ugye nem a Klassz FM-es, hanem egy másik, de tetszeni fog hidd el. Jó, nagyszerű, az is tökéletes. Oké, köszi Szabina. Köszi, szia. Köszi, ciao, ciao. Szia. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Na, medve lépte át a szerb-magyar határt Herceg-Szántó közelében, pedig hívjuk az állandó pampalininket, állatbefogónkat, állatszakértőnket, azt az embert, aki védi a határvidéket, ismeri a románokat, ha kell hátizsákban viszi vissza őket, kengurút szállít, pumát űz, és közben piacra megy és vadászik, ami Gyuri bácsinkat. Őt hívjuk a hírek után, 3 perc múlva pontosan 9 óra. 9 óra múlva 11 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, hello Jani, hello Feri, hello! Hello drága hallgatók, Várpalotán, a Veszprém felül érkezőket drága karácsonyi ajándékkal várják, méghozzá képekkel, ezt Roland küldte nekünk. 77-es főúton, Monostorapáti belterületén, a dupla nagykanyarban van egy trafi, Tapolca után, Renault Megán pedig az árokban. Ezt Könyves Nándi küldte nekünk, köszönjük szépen. Tatabányán, a Rákóczi-Ferenc úton az autókereskedésnél KPM kontroll van, üzeni Béla papa az Ivekós, valamint Trafipax az M7-es, Nagykanizsa felévezető oldalán a 145-ös kilométernél. Szintén fotóznak az M1-esen, Pest irányában a 85-ösön, a felüljáróról elbújva, nehéz őket észrevenni, ezt Anikó küldte nekünk, és az M3-as 167-es kilométerénél már több mint egy órája nincs semmi. Nem mondjátok be. Köszi, Zolika. Tök jó, nem? Ennyi. Hát ez... Igen. Akár jó hírnek is felfoghatjuk. Na, Anna, gyere be egy picit! És leszúrom. Ne érted! Ja. De már itt! Mit csináltál már megint? Na, másik. De mit csináltál már megint? Megint mit csináltál? Hát semmit, miért? Mi van? És nem tudja. Nem. Mi Istenem, van? Istenem, ennyi év után, de tényleg, hogy ennyiből nem értesz. Hányszor kell elmondanom, hogy azt ne csináld? Mit? És te megint megcsinálod. Mi? Megint rajta kaptam. Mit csinál? Ne, jó, csak szívatunk. Na, figyelj, egy meglepetés tőlem. Mondanám, hogy tőletek, de most nem akarom a saját érdemeimet, nem tudom, kisebbíteni. Ne is nekünk is szarul lesz, mert tényleg. Befizetheted a telefonszámláját. Pénzt nem a jobb hozzá. Kezemmel, ami még megvan. Mit hintettél el itt az egyik nap? Csak úgy félfüllel, hogy hova szeretnél eljutni, amit Bali meghallott,
és mivel Vali a lelkeméjén, nem Vali Bali, aha, egy gondoskodó lélek, egy odafigyelő ember, aki figyel a kollégáira, és szereti őket, megszerezte neked. Így van. Mit mondtál itt egy héttel ezelőtt, elejtve egy mondatot, hát ha valaki meghallja? Nem, és egy ember mondani. Hallotta meg én. Istenem, egy kiló kenyér már megint. Egy embernek tűnt föl nekem. Egy ember vette észre én. Hogy soha nem jártatok még Gyömrön. Ezért egy kétnapos Gyömrői elutazás. Emlékszel? Én nem ismerem mondani. Na, mit mondtál? Nem, én és remélem azt mondod, amit elintéztél. Igen, az, hogy nagyon sok mindent kérsz mindig. Mondtál, hogy milyen jó lenne eljut, és csak így elhintetted, és ez így bennem megragadt. Mi volt ez? Nem. Mit mondtál, hogy hova akarsz elmenni? Milyen jó lenne oda elmenni? Koncert. Milyen koncertre? Willire. Mire? Willire. Willi? Igen, Willi. Willi? Willi bácsira. És hát, még mást is mondtál, igen, más koncertet is? Mondtam, meg Placido Domingo. Itt van, exhumáltak. Milyen Willi? Milyen Willi? Robi Willi? Robi Willi. Robi Willi, egy. Én aztán mit mondtál? Ja jó, hát azt nem szereztem. Hát te aztán egy igazi meglepetés gyilkos vagy, de komolyan mondom. Na. Akkor mi volt más, amit mondtál, hogy milyen jó lenne eljutni még valahova? Mondtál még valamit, magyar. Biztos nem volt. Hiszem, mert egyszer kedves na, akarok lenni, erre na, bemondja Robi Willi. Mondtál még valamit, Havasi, magyar? Biztos. Havasi. Azt se szereztem. Hülyültél akkor? És véleled búcsú koncert. Én úgy na, hallottam, na, hogy azt mondtad, hogy jó lenne eljutni, na várjál, tessék, átadom na, az első. A Morbid Angel. Nagyon sok mindent mondom, most már szégyellem magam. Szeretettel nekem, tőled. Neked tőlem. Örülj neki, örüljél már. Igen. Mondjuk, hogy örüljél. És rohadjak meg, nem örül. De örülök, de tényleg én mondtam, és tényleg örülök neki. Brügyi duó. Igen, igen, a Brügyi duó. Most már érzem, hogy én magam, nem mondtad, hogy de, el akarsz menni Balázs Fecó koncertre? De én mondtam. Örülsz? És örülök neki, képzeld el. Csak és belül. Igen. Jó, te most belül robbantasz, Petgő. Én mondtam, pontosan 10 óra után jött be a Rolihoz, beszélgettek, és akkor mondtam, amikor távozott a rádióból, hogy hogy elmennék a koncertjére. És te ezt hallottad. És én ezt meghallottam. És én ezért becsüllek téged. Hogy hazafelé beugranál. Igen. Nem, Adának volt egy elszés, hogy milyen szívesen elmenne Balázs Fecó koncertre. Igen. És szóltam a promóción, hogy lányok, segítsetek hát, már. Balázs, Anna elhintette. És kettő komolyan darab Balázs Fecó jegyet szereztem neked. És figyelj, és örülök neki, komolyan mondom. Azt látom rajtad. Két külön szektorban szól, de az mindegy. Mindjárt elájulsz, annyira örülsz. Nem, de tényleg örülök neki. Jó, hát most érte, nem tudtam mi figyelj, van. Ha le tudjátok elegyen adni a gyermeket, meg tudjátok oldani, akkor holnap. Holnap? Igen. Jó. Oh, nem, jó. Nem adtad oda hamarabb? Na, hát így legyen kedves az ember. Megoldjuk. Jó, akkor adjátok oda valakinek, jó? Nem, megoldjuk. Én elmegyek, esküszöm, hogy elmegyek, és beszámolok róla, amennyiben érdekel téged ez a dolog hétfőn. Nem, de az lennék, hogy érezd jól magad, ha el tudsz menni. Hát köszönöm. Ennyi. Hát nagyon rendes vagy. Na, tényleg. Végre, és hogy őrülhatok? Valakit nem akar jönni, valaki? El van két eladó jegyem. Miért nem a Fetivel nem akartok menni, van két eladó jegyem, mondja az Anna. Na jó, na, hát, na jó. Na jó, én elmegyek veled. Eljössz velem? Elmegyek veled, és majd összesimulunk akkor. Meder nélküli folyó leszek nélküle. És meg lehet, hogy sokszor tévedek. Havasira is mennél? Uh-huh. Akarsz arra is két jegyet? Hát teniszteszikre is mennél. Ne, ezt ne vértsük félre. Havas, sí, érted? Valahova kellene Ausztriába szerezni neki. Havas, sí, gyopárt fogok neked. Elmennél Havasira is? Igen. Jó, szerzek két jegyet Havasira is. Jó? Komolyan. És Robira? Hova? Robi? Júniusban Black Sabbath, Nikkelsdorfban, Bali, hello, június, Black Sabbath, Nikkelsdorf. Külföld, felejtsd el. Robi? Ne, Robira nem tudok, Havasira még tudok. Hát ilyen egy elégedetlen, egy bagás elképesztő. Komolyan, hogy itt készülök, bekészítem, hozom. Letépik a kezét. De nagyon na, köszönöm szépen, jó, most tényleg viccet félretéve. Köszönöm. Ha meglátom a Vaterán, Ponyicki telefonszámmal, meg Jelige Ponyicki, akkor igen, nagyon mérges leszek. Balázs által érintett. De te, Jelige, egy, de te is megkaptad a Robi jegyeket, nem? És mondnám, hogy odaadom a saját Robi jegyemet, de hát miért? De érted, azért az nekem is kell. Azért ezzel a Balázs Fecó szívesen csak úgy. Balázs Fecó szívesen adtam, hidd el szívből, hogy a Robi jegyet azért nem. Jó, kapsz még két Havasi jegyet is. Jó, ez az én kis extra karácsony ajándékom neked. Megkalom én ezeket, figyelek én azért rátok. Tényleg. Olyan? Toljad a szekeret, jó lesz. Na jó van. Oké. Medve lépte át a szerb-magyar határt néhány nappal ezelőtt.
De nem jutott messzire. De nem jutott messzire, mert levadázták, nem. Egy határőr vette állítólag észre ilyen hőérzékelős kamerával. Ilyen látó készüléken nem volt semmi más, csak egy nagy izóvörös folt. Igen. És azt mondta, hogy furán mozgott. Ebből arra gondolt, hogy nem ember. És szólt a kollégájának. De, Gyula, támadnak a csetnikek. Nézd már oda! Igen. Azt mondta, hogy ilyen nagyon nagy tömeg volt. Biztos, hogy azt mondta, nézd már, a Galambusz Lajos elvétette. Határát kellett, de hol megy át a Lajcsi? És miért négy kézláb? Nézd már, Lajos, négy kézláb. Nagy rohadt nagy, vagy sokan vannak félig takarásban. Szóval azt mondta, hogy egy nagyméretű hőképet vett észre, és a helyszínre küldött egy járőrpárost, akik megállapították, egy medvéről van szó, ami érkezésükre előbb felállt, majd néhány lépés után visszafeküdt a földre. A felszólítása pedig azt mondta, brum. Atomosítsa magát. Mi az, hogy felállt, hogy tisztelget, vagy mit csinált? Felállt tisztelegni a medve. Megnézte a két kimenő ember, de hogy miért nem az ment ki, aki észrevette, ő félt? Hát mert ő tudta, hogy mi az. Srácok, ott van valami, menjétek, nézzetek már meg. Nagyon jó. A rendőrök ezek után értesítették a helyi vadásztársaságot, a szerb társszervezeteket is, felvették a kapcsolatot egy határon túli kis településsel, annak az állatkertnek a vezetőjével, aki elmondta, hogy mindkét medvéjük megvan. Tehát nem onnan tűnt el a medve. A helyszínre érkező vadászok a járőrpárossal együtt járművel megközelítették az állatot, amelyettől megriadt, és visszafutott Szerbiába. Milyen konkrét kis történet zajlott ott le a határvidéken? Passport bide! És aztán már csak ezt hallottak. Minket nem ver át! Ne meneküljön! Tudjuk, hogy határátkelő. Na, és van valaki, aki a mi állatszakértőnk, az az ember, aki védi a határvidéket, megy, ügyel, szeret minket, mi is szeretjük őt, hallgat minket, és mindent tud a pumákról, a farkasokról, a kengurukról, a románokról, a medvékről, mindenkiről. És a ugye? Piacról. Gyuri. És a piacról. Itt van velünk Gyuri bácsi. Gyuri bácsi, jó reggelt! Hello! Hello, hello, szevasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Gyuri bácsi, derég beszéltünk már veled, jól vagy? Hát köszönöm szépen, meg vagyok. Mit csinálsz most éppen, amikor így rátörtünk, mivel foglalatoskodsz? Hát most megyek gumit cseréltetni a kocsin. Na. Útőzve vagyok tehát. Csak igen. Láttam most, hogy nem mondom, megbeszéljük ezt a medvét. Földobatod a téli gumikat? Nagyon helyes. Igen, igen, igen. Na, reméljük, hogy zöld bukócsöves Lada Niva. Piacon voltál ma már, Gyuri bácsi? Nem voltam. Most nem járok. Hideg van, hűs van. Most figyelek, más figyelek. Mókusunk van, Gyulán, azt kell figyelni. A mókusra még kell vigyázni. Ellopják. Ellopják a románok. Na, várjál, rögtön beszélünk erről is. Oké, Gyuri bácsi, beszélünk a mókusról is, meg a románokról is, de először a medve. Tehát segíts nekünk nagyon városiaknak, hogy mit kell csinálni, nyilván nem életszerű az egész, inkább humorizálás, de mégis, ha véletlenül összefutunk egy medvével, te, mint állatszakértő, mit mondasz? Mi a jó? Hát csak annyit, hogy ellenkező irányba kell menni, egy kiló mézzel kell járkálni, letenni a mézet, elmenni. Már hogy legyen a túrázott családoknál egy kiló méz? Igen. De ma nem kell megközelíteni, hanem ellenkező irányba. De különben ez a macska, ez mi hozzánk mézet őrizni jött. Csak látod, kihagyták. Minden fegyveres erők, minden van ellene. Látod, elvadították tőlem. Mi van a macskával? Mi van a macskával, Gyuri bácsi, hogy jött mézet őrizni? A medve. A medve. Aha. Az jött mi hozzánk még Magyarországra. A jobb a magyar méz, mint a szerb méz valószínűleg. Így bizony. A medve... keveset, nem állt nálunk, aztán tovább állt. De a medve gyorsan fut. Nem? Gyorsan fut? Nem jó, ha esetleg elkezdünk előle elfutni. Hát nem kell, azt nem közelít az annyira be. Nem jön? Nem jön az közel, ember közelben nem jön az. El is elszaladt. Igen, félt a határőröktől, megijedt. Megijesztették, elhajtották tőlünk. Ha esetleg közel kerül hozzánk egy medve, akkor Gyuri bácsi erősítse meg az információnkat, hogy ne... Megijedt medve, ott lehet, hogy a románok hozták hátizsákban. Ja, persze. De ha már közel van, nehéz vele szót érteni, ugye? Hát akkor már nehéz. A brumra hallgat? Én... Már a medve. Nem tudom, mire hallgat, de én bízok benne, hogy emberi közelben nem jön az így. Tehát nem jön ide... Meg ez lehet, hogy a románok behozták tényleg hárdizsákba, összerakták, hogy ez egy ilyen játék medve karácsonra, nem? Az is lehet egyébként. Te találkoztál már a vadászataid során? Volt-e, hogy medvenyomot láttatok? Nem, találkoztam. Nem. Tehát ott a magyar-román határvidéken nincs nagyon? Itt nincsen, a Bodóban, Árosban itt nincsen. Hát nincsen. Van másotok akkor?
van másunk a kis mókus. Mentem a belvárosba, mentem a főutcán, és előttem átszaladt a kis mókus. Az a csepp kis állat, ahol a hosszú farokkal, hát mondom, ez csöpalat, ezt meglepődtem. És mondtam, hogy többeknek, és azt mondták, hogy van nálunk mókus. De bement a városba volt? De mi célból volt? Ment a városba, a főutcán, igen, főutcán volt. Uh-huh. Azóta látom a románokat hátizsákkal, mert hírre ment ennek. Jönnek, azt mondták, figyelj, ma még a román hátizsákkal fára mászik. Komoly román fóbiája. A komoly probléma, a mókus lejön és mozogatják, akkor benne van a mókus. Akkor benne van. És hova viszi a román a mókus? Behozza, vagy kiviszi szerinted? Elviszi haza. Uh-huh. De mit csinálnak a mókussal, vagy mit csinálhatnak? Nem tudom, hát ők is szeretik, gondolom, nem bánsák. Uh-huh. És kis kenguru látod, azt is bement az erdőbe, hón alá vette és elment a román. Azóta is kengurunk. Hát az a nagy baj, igen, ezt mesélted, hogy volt egy magyar kenguru, ott a román határvidéken jött, a román átjött, hón alá csapta és elvitte a kengurut Romániába. Látod. Azóta igen, nem is láttad? Is. Tessé? Azóta nem is láttad a kengurut? Nem láttam a kengurut, azóta elment. És a románt? A román se volt azóta, nem ismerem meg. Nem ismerem fel. Hát nem mondtad, hogy a hátizsákos, igen. De ez a mókus, ez cuki, nem? Hát ez ilyen kis bejön, kimegy, hát ezzel így nagyon nincsen semmi. Ő aranyos állat. Ez itt bent van a népkertben, a főutcán van, ez a főutcán mellett, azt ott látták már többen. Én most láttam, én a kocsi előtt szaladt át, én most láttam, de nagyon szép kis állat. Na, a mókus is bundás, lehet, hogy ő egy kis nálunk, medve. Nálunk csak ilyen azok vannak, mint a kenguru, mókus, medvére nem pályázunk medvére. Na de a mókus nem jelent veszélyt senkire, se élőlényre, se ingóra, ingóságra. Semmire. Az kedves kis állat, nem. Most vadászol, Gyuri bácsi, van most valami, amire lehet lőni? Ne, hát a fászám megkezdődött, ott az lövik azok a illécekések, tehát most nem, jön most a szezon, jön, most jön a szezon nekik. Most van a fácán szezon, majd most kezdődik? Persze. Mit csinálsz egyébként egész nap, Gyuri bácsi? Mivel a vadászaton kívül, vagy így a határőrzésen kívül, mivel foglalatoskodsz? Hát vannak kutyáim, vannak azokat, nevelem, fogom a kóbor kutyákat, befogom, tudod, viszem a menhelybe. Uh-huh. Na, ez nagyon. A vadászatra is jó a kutya, rendes, csak mondom. Nem lőröm le, hanem beviszem. Azért nagyon szép dolog. Igen. Azt szeretném még kérdezni tőled, hogy benne van a kezed abban, hogy a gyulai kolbász hungarikum lett. Most a múlt héten biztos hallottál róla, hogy mennyi mindent tettél te a személy szerint azért, hogy a gyulai kolbász a hungarikumok sorába emelkedett. Hát én ezt nem. Nem te voltál? Nem. Nagyon fontos, pedig jó a gyulai. Ez egy jó kis kolbász. Igen. Hát igen. Majd most már kezdődik újra fejlődni fel a gyulai húsüzem. Bizonyám. Igen, jól van, Gyuri bácsi, köszönjük szépen. Tehát azt mondod, hogy óvatosan a medvével, nem kell félni ellenkező irányba futni, van, ugye? És még legyen van. Nálad. Na, a hátizsákos románokkal már most mennek másfele is. Már hogy érted, hogy mennek másfele? Hova mennek? Mit csinálnak? Hát mennek más városokba is, nem csak itt Gyulán vannak ők. Hát nem, igen. Tehát... Most már úgy is mennek, hogy Szerbián kell. Amíg négy hátizsákon és mozog, az már gyanús. Hát már vagy hoz, vagy visz valamit. Azzal már vigyázni kell, igen. Igen. Jó van, bármilyen állat bukkan föl, mi téged hívunk, Gyuri bácsi. Jó, vigyázz magadon. Jó, köszi szépen, szevasztok. Gyuri bácsi, köszönjük szépen, hello. Ciao. Jó egészséget, jó vadászatot. Gyerekek, Gyuri bácsi, őrzi a határvidéket. Nem? Nagyon. Annyira lelkismeretes, hogy hihetetlen, és mindig tudunk vele beszélgetni, mindig van egy-két jó tanácsa. Meg kéne lepnünk valamire, vagy valamivel egy karácsony. Medvével. Ha igen. Minek örülhet Gyuri bácsi egyébként, tényleg? Szerintem egy minőségi rövid válogatásnak. Én azt gondolom, hogy örülne. Most miért gondolod? Hát de ő biztos szereti a jóházi. Szerintem tök abszinens. Abszolút nem. Ugye? A jóházi. Te is úgy érezted? Egy Gyuri bácsit nagyon kedvelem. Hát hívtuk már pumánál, ugye? Kengurunál. Mi volt még? Vaddisznónál, rókánál. Tehát szinte az összes létező állatot elmondta, hogy mindenhez ért. Amikor Budapesten volt ez a vaddisznóőrület, látták a Zollnerék mindenki. Aha. Akkor is őt hívtuk, hogy mondja el, hogy mit kell csinálni, az ember vaddisznóval találkozik. Azon gondolkozom, hogy nem mindig azt mondja, hogy hátat kell fordítani és elfut. Ez van. Nem, a kengurut ő tényleg látta. Aha. Tehát amikor kengurut láttak, akkor azt azon a környéken láttak, és ő volt az, aki hosszú időn keresztül ugye kereste a nyomokat. És ő tényleg látta, csak aztán jöttek a románok és elvitték hátizsákba. Igen. De én még egy ekkora természettudósal nem találkoztam, komolyan mondani, napjaink legnagyobbja, ő a mi Gyuri Attenborough-unk, tényleg. Ő mindent tud. Gyuri Attenborough. Jó, azért magad mögéd löknéd a családodat, ha jönne a medve? Hm?
Vagy azt csinálnád, hogy hárman három felé futnátok, hogy mit csinálnád? Hát ezen túl mi mindig viszünk magunkkal egy kiló mézet. Letekerem a tetejét, eldobom az ellenkező irányba, és már ott van. Mi az, hogy azt csinálnám, hogy eldobnék valamit, igen, az ellenkező irányba, ha. Nem? Tehát fogsz valamit, ami a kezedben, és eldobod. De ő medve, nem hülye. Érted? Tehát, de nem a zajra megy, hát te nem kezdesz el zajongani, hanem megpróbál elterelni a figyelmét, nem? Tehát hátizsákot eldobod a bozódba, a medve oda megy, és közben benne volt a kocsi kulcsod. Hát, akkor mi van? Próbálj meg vele kommunikálni, mondd neki, hogy go home, brum brum bruno, mókás medve. Ez szerintem, szerintem valódi. Milyen medvék jönnek át egyáltalán, azt tudjuk? Grizzly. Na, az nem. Hát, átúszák az óceán. Ezüst hátú, alaszkai barna medve, tehát nyilván nem. Milyen medvék ezek? Mennyi minden nem tud az ember az állatokról? Tehát most így valahogy így kicsit így felkocogott Szerbiából. Milyen medve ő egyébként? Tehát jó, tudod, kis klasszik nagy... barna medve lehet. Igen? Persze. Örvös medvénk sincs úgy. Nem, az nem annyira, hát pandánk ugye. Az egyáltalán nincsen, az csak az osztrákoknak van. Meg ott lesz egyébként Nikkelsdorf a Black Sabbath koncert júniusban, Balázs. De nem érdekel, ezek után senkinek semmilyen meglepetés nem. Ja, ha az ember nem találja ki, hogy mit kap. Na jó van. Oké, nincs senki veszélyben egyébként, a medve visszamen. Ha bejön, akkor azt egyébként lelövik? Vagy altató lövedék van? Altató lövedék is visszaviszik, igen. De hogy viszik vissza? Átviszik a másik oldal, és leteszik. Magyar csíptetnek a szőrére egy cetlit, hogy egy két nyelvűt nyilván, szerb-magyart, hogy ez a tietek. A szerbek meg visszatolják. Vigyázzatok rá jobban. Igen, a szerbek meg visszatolják, hogy a miénk. Na jó van, 9:30 van pontosan. Nem sokára hívjuk a nap hallgatóját, és jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 3:10 lesz pontosan 6 perc múlva. M3-as keleti végénél megint ott áll egy rendőrautó, amiben van egy trafi. Angliában dolgozom egy cirkusznak, tavaly történt, hogy kihívták a kommandót, és helikopter is körözött, valamint hozzánk is bejöttek, hogy nem szabadult el egy tigris. Na, azt szerintem veszélyesebb, mint tudom. Kiderült, hogy valaki egy plüss állatban, egy plüss állatot látott a híradóban, és csak arról beszélgettek, hogy ez a tigris mennyibe kerül, valaki pedig betelefonált, hogy elszabadult egy tigris. És jöttek a kommandósok meg a helikopter. De érdekes, hogy ott is valamilyen ürügy mindig kell, hogy a kommandósok kimenjenek. A határvadász bácsinak vegyetek egy hatalmas sütőt. Sütőt? Minek neki sütő? Sütő. Hadd készítse magának néhány Bear Grylls-t. Ez jó! Bear Grill. De jó. Szerintem a szerbek csak barátkozni akartak, azért küldtek medvepetést. Medvepetést. Na, jó van. Formában lendültek, hallgatok. Egy jó kis medvepetés. Egy medvepetés. A mokus is egy patkány, csak jobb a marketing írja valaki. Na, jó van. Oké, vadkor átugrott Mici Mackóz, csak lekapcsolták a vámosok, ezért inkább elszaladt, ír egy hallgató. 10 perc múlva 10 óra. Csak visszatérve még két mondata hátra, valaki nem hallott ezt az egész nézenes beszélgetést, hogy azért azt jó tudni, hogy mi mindig minden esetben a hallgatóinkat védjük. Ha esetleg ez nem lenne teljesen egyértelmű, semmilyen telefonszámot nem adtunk ki. Ha tudtunk volna, se adtuk volna ki, de Móni egyébként becsörgött adásból. Aztán a nézenőt hogy találja meg, megtalálta el, lekapcsolták-e, az már nem a mi dolgunk, de nem adunk ki telefonszámot. Tehát ha hozzánk valaki becsörög, és utána azt kikéri valamilyen hivatal, akkor nem próbáljuk védeni a hallgatóinkat. Egyébként meg ezért a néző nem is fizet. Tehát, hogyha Mónit valójában lekapcsolták, akkor se érte semmi hátrány, mert nem fizetéstől esett el. Móni önszántából telefonált be, és vállalta minden ódiumát ennek a beszélgetésnek tegnap. De nem lesz, mert tőlünk nem kaptak semmilyen infót. Így van. Csabi, hello, jó reggel. Szól? Szól, oké. Hello, jó reggel, Csabi, szavaztok. Mi újság? Hát holnap nagy nap lesz. Bizonyám. Bizony. Jön a Mikulás. De nem is akár milyen Mikulás. Na. Mert ugye, gondolom ti is hallottatok róla, van egy klassz Mikulás, vagy hát holnap lesz egy klassz Mikulás. Igen. Aki majd ugye elkezdi járni az ország útjait, egy ilyen jó kis Harley fogattal fog menni, két gyönyörű kis, hogy hívják a Mikulásnak a segítőt? Rudolf. Krampusz. A Krampusz, igen. De hát most a Rudolfot felváltja egy Krampusz. Párlóerő. Aha. Krampuszok, két gyönyörű Krampusszal fog menni. Tehát Krampusz lány lesz, ugye? Krampusz lányok lesznek, igen. Krampinák vagy? Jó Isten, hát ettől végképp elhatárolódom. Szóval, hogy Isten, hogy lehetsz ennyire jó fej? Soha nem voltál ilyen jó fej 10 előtt. Azoknak a hallgatóknak a történeteit várjuk SMS-ben, akik szeretnének nyerni. A történet mellé oda kell írni, hogy hol lakik, hova
hol kell a Klassz Mikulásnak őt felkeresnie, tehát névvel, címmel ellátva. És a legjobb történetek közül fogunk majd sorsolni, és a Klassz Mikulás, amikor meglátogatja ezt a delikvenst, leméri, lesz nála egy mérleg, és a saját súlyával azonos szaloncukrot fog neki átnyújtani. És milyen sztorit kell írni, hogy úgy, de vártam a Mikulást 92 telén. Na hát, hogy te miért érdemelnéd meg? Én küldeném, Feri, a sztorid alapján szerintem ott vagy. Hát nem, bármi is a befejezés, szerintem megérkeztünk. Mondja valami esetleg számot, hogy tudod fejlődni. Azért 60-70 kiló szaloncukor az jut is marad is kategória. Hát de, és hogyha a Feri küldi, akkor... Akkor azért ez egy nettó 110 érte. Gondolni. Igen, ez a Mikulás egyébként megy nálunk is majd holnap, tehát például holnap már reggel 6-tól jöhetnek az olyan SMS-ek, hogy óvodában dolgozom, ebben és ebben az óvodában óvónő vagyok. Iskolában dolgozom, gyerekekkel dolgozom, felnőttekkel dolgozom, valaki meglepheti a saját munkahelyét, valaki meglepheti a saját iskoláját, óvodáját, írhatnak tanárok, diákok, hentesek, munkahelyek is, vagy a munkahelyen dolgozó emberek, mert akkor azt mondjuk, hogy te írtál, a te súlyodnak megfelelő szaloncukrot kapsz, de mindenkinek adhatsz, aki azon a munkahelyen, iskolában, közintézményben, bárhol dolgozik. Így van. Lényeg az, hogy olyan SMS jöjjön, hogy azt írja meg nekünk mindenki, hogy ő miért érdemelné meg, tehát mire fordítaná, hogyan csinálná. Igen. És miért érdemli meg ezt? Mi ezt eldöntjük. Egyébként a Klassz Mikulás White Boy lesz. De most miért lövöd le a poént? Az a Klassz Mikulás. Az Mikulás. Mikulás. Az Mikulás. Ez egy klasszikus. Ja, klasszikus. Mi értem, amit mondasz? Hát a Mikulás, ez Mikulás. Ja, akkor jó. Mikulás, nem. Dehogy. De egy fehér ember lesz. Nagyon hasonlít. Egy fehér ember, így van. Egy white boy, egy fehér ember. Érted? Egy Mikulás, egy Mikulás. Jó, holnap mi három helyre tudjuk majd elküldeni. 7-től 8-ig, 8-tól 9-ig és 9-től 10-ig. Ez egy nagy futam lesz a Mikulásunk része. Oda megy, átadja, leméri, ad, megy tovább. Úgyhogy ma is jöhetnek az SMS-ek, és aztán holnap is még napközben is megy. Így van, egészen este 6-ig, tehát a kívánság műsor ideje alatt is, aztán majd délután a pirosnál. De már ma érdemes elkezdeni elküldeni ezeket az SMS-eket, pont azért, mert holnap reggel már egy címre ugye ki kell mennie a Mikulásnak. Így van, így van. Na, elmondtuk ezzel kapcsolatban mindent, hívhatjuk a naphallgatóját. Hú, de halkad. Az volt, csak kicsit kimaradt, nem? Mi van akkor veled? Nem azt mondta? Mi van veled? Jön a karácsony. Ha most azt mondjátok, nem azt mondta, elfogadom, nem morning show-t mondta? Azt mondta, hogy tessék, halló, mit mondod? Ezt. Ne, komolyan? Azt mondtad morning show. Nem, szerintem morning show volt, csak így szakadozott. Mit mondtál? Morning show. Igen, kitől kérdezed még, ha nem tőled, hogy mit is mondtál? De most tedd a szívedre a kezed, tényleg azt mondtad, vagy azt mondtad, hogy tessék, halló? Nem. Azt mondtad, vagy nem? Azt mondtad. Morning show-t mondtam. Na jó. Morning show, jó, elfogadjuk. Oké, nem írtad alá, hogy hívnak? Péter, hol hallgatsz minket helyileg? Nyíregyházára. Aludtál, vagy rossz kedved van? Nem, már dolgozok, csak nekem mindig ilyen hangom van reggelenként. Ja, mit dolgozol, mit csinálsz? Hát egy finn mobilgyártónak vagyok a szervizes kollégája. Szervizes kolléga vagy egy finn mobilgyártó cégnél. Mondanám, hogy sok a melú, mi? Igen, valamit csinálni. Huawei, mi? Huawei, igen. Oké, írtál nekünk egy nagyon jó SMS-t, ezzel lettél a naphallgatója, ugye a medvés témához hozzászólva. Szerintem a szervezet csak barátkozni akartak, ezért küldtek medvepetést. Ezt mi szerettük, beolvastuk, úgyhogy te vagy a naphallgatója. Jó? És küldünk neked egy Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomagot, ott lesz a fa alatt. Meg a medve bácsinak az ajándékait is. Így van, a Belgrészes ajándékcsomagot is kapsz, oké? Okay? Nagyon szépen köszönöm. És iszonyatosan örülsz? Döbbenetesen? Nagyon. Hát én ilyen belülrobbantok, ahogy szoktam. Ja, igen, ezt szoktam mondani, igen, belülrobbant a speszgőt. Küldjük neked, jó? Köszi, hogy minket hallgatsz. Köszönöm szépen. Ciao. Hello. Csabikám, remek zenék? Köszönöm a kérdésed. Európa legjobb DJ-je jön, tényleg a legjobbnak választották őt nemrég. Avicii. Legutóbb is lágerét fogom lejátszani. Ez a You Make Me. Kezdem én is őt megkedvelni egyébként, mert ugye ez a stílus nem feltétlenül a sajátom, de amiket ő hoz, az ilyen dudolható, kellemes, elviselhető zene. Csak megszoktad. 555-55-00, itt tudtok Csabitól dalt kérni, írjatok történeteket, jó, hogy mi már holnap reggel tudjuk miből választani, és mindenkinek szép napot, jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.